A nyilas belépési nyilatkozatoknak csupán a töredéke maradt fent. Összesen 23 ezer darabot őriznek a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában. Közülük több mint 1100 ebből az egyetlen budai kerületből származik. Maga a Nyilas Párt szervezet és a Nyilas Párt az kifejezetten erős volt és erősen támogatott volt a 12. kerületben. Azt gondolhatjuk, hogy ez egy ilyen budai úri kerület, de ez nem teljesen így van, mert a kerület egy része, a déli pályaudvar környéki házak, azok alapvetően proletár negyednek számítottak. A Nyilas Párt szervezetnek jelentős része az úgymond a kiszolgáló személyzethez, vagy a szolgáltató szektorhoz tartozott. Tehát nagyon sok volt bár köztük a gyári munkás, de nagyon sok volt az önálló egzisztenciával rendelkező vállalkozó, fodrász, cipész, pék. Egy régi nótát hoz Budáról át a szél, melódiája fájó emlékről mesél. Itt konkrétan tényleg nagyon sok volt a diplomás ember, értelmiségiek, orvosok voltak köztük szép számmal, jogászok. És a környékbeli gyárakban dolgozó emberek, főmérnöktől a segédmunkásig. A kerületben működik a MOM, a Magyar Optikai Művek, ami egy nagyon komoly felvevő bázisa volt a 12. kerületi pártszervezetnek. A második kerületben működött a GANC gyár. Sokan ingáztak így kerületek között. Van nagyon sok olyan személyünk, aki a Beszkárthoz tartozik, tehát villamosvezető, kalauz, kórházakban működő segédszemélyzet. Ugye a 12. kerületi szervezetre egyáltalán nem volt érvényes az a közhely, amit az ellenségeik annak idején hangoztattak, hogy ez csupa tudatlan ember, prolik, részegesek, köztörvényes bűnözők, nem is magyarok, hanem svábok. Sűrűn szőtt a kerületi pártszervezet, hogy sokszor gyakorlatilag egymás szomszédai és munkatársai lépnek be egymás mellett a pártszervezetbe, mindemellett pedig a családtagokat is beléptetik, és éveken keresztül dolgoznak és fizetnek párttagdíjat és dolgoznak a pártért, tehát hogy egy nagyon komoly védésdac szövetség van, azt gondolom ezen csoport között, és ezek az emberek fognak majd fegyvert kapni 1944. októberébe, és onnantól kezdve datálható az, hogy az egyik legbrutálisabb és legkegyetlenebb pártszervezet lett. Hát engedjenek be engem! Kedves polgármestere és testületek, úgy döntök, hogy semmiben teszem a fővárosi önkormányzatnak a határozatát. Én mondtam ott egy beszédet, amit csak igazából félig tudtam elmondani. Ez volt az egyetlen eset 20 év alatt, amikor a közülés ülését nem lehetett megtartani. A 20-as és a 30-as években a Turbópajtási Szövetség tagjai szervezték az első zsidóverjéseket a Pesti Egyetemen. Csendet kérek! 40 ezres tagságával a Horthy korszak legjelentősebb egyetemi ifjúsági szervezete a Turul Szövetség volt. Tagjai rendszeresen megalázták és verték a zsidó diákokat, antiszemita kampányokat és tüntetéseket tartottak. Tehát a Turul Szövetségnek volt a jelképe a Turul. A Turul Szövetség, Bajtási Szövetség arról nevezetes, hogy a zsidó törvényt, a Numerus Clausus-t, ami 1920-ban került elfogadásra, ez azt mondta, hogy a zsidók csak egy bizonyos számarányban jelenhetnek meg, lehetnek jelen az egyetemeken. A Turul Szövetség azt mondta, hogy numerus nullus kell. Tehát, hogy egy zsidót se vegyenek föl. Az volt a lényege ennek, hogy a keresztény középosztály át akarta venni a zsidóknak a pozícióit. Ez az antiszemitizmusnak a lényege és alapja az én véleményem szerint. Hát ennek a Turul Szövetségnek a jelképét Budapesten nem lehet felállítani szoborként, én ezt mondtam. Én nem tartom azt elfogadhatónak, hogy mint a vízbeli Móriczkának, valakiknek mindig mindenről ugyanaz jut az eszükbe, esetünkben a holokauszt. Mi nem a zsidókra kívánunk emlékezni. A Turul szobor egy össznemzeti jelkép, aminek helye van itt a hegyvidéken. Katonai hősiesség szimbóluma volt, még az 1919-es vörös hadsereg is használta a Turult. 1920-tól kezdve a szélsőjobboldali szervezetek jelképként használták a Turult. Így lett fontos szimbóluma a Nyilas Pártnak is. Azok a halottak, akikre emlékeztet, azoknak döntő többsége nem katonai halott.
Magyarán nem a személyes vitézsége miatt hal meg, nem a hazája szeretete miatt hal meg, hanem azért hal meg, mert valakik őt halálra ítélik. És ilyen szempontból a turul, mint szimbólum, eleve alkalmatlan rájuk emlékeztetni, úgy pedig kegyeletsértő, hogy azt tudjuk, hogy a gyilkosok a turulra, a magyar nemzetre hivatkozva gyilkolták meg azokat, akiket nem tekintettek a magyar nemzet részére. A szélsőséges liberálisok is próbálják ezt az össznemzeti jelképünket megkérdőjelezni. A Magyar Honvédség címerének is része a turul. Független attól, hogy ez megjelenik katonai szervezetek emblémájában is, az egy másik dolog, nem tehetjük ki, mint egy nemzeti szimbólumot a turult. Vannak emberek, akiket abban a helyzetbe hozza ez a szobor, hogy igen, ez a miénk. Másokat meg abban a helyzetbe hoz, hogy viszolygást, félelmet, undort, rettenetet kelt bennük, és keletkezett két tábor. Lehet harcolni. A 12. kerület esetében döntő jelentőséggel bírta az, hogy a kerületben kik játszottak fontos, meghatározó és mintaadó szerepet. Az egyik leghírhetebb 12. kerületi pártszervezeti tag, vagy a nyilas korszak egyik legrettegetebb figurája, az Kun András volt. Szerzetes volt, és sok szempontból ő magát is így határozta meg. Angolszász repülőgépek támadást intéztek hazánk területe ellen. Számos helyen bombákat dobtak le. 1944 nyarán a budapesti városvezetés már él azzal a módszerrel, hogy a bombakárosult keresztény családokat oly módon próbálja segíteni, hogy a budapesti zsidók csillagos házba költöztetése révén felszabadult ingatlanokat kiutalja ezeknek a családoknak. A kibombázottak sorfala hetekig jár a lakás kiutalás után. Kun Andrásék így kaptak egy háromszobás, összkomfortos, zsidóktól elkobzott lakást a Városmajor utca 33-ban. A pártszervezet akkori pártháza a Városmajor utca 37 két házzal volt arrébb az ő lakhelyétől. Az ingatlan elhelyezkedése határozhatta meg, hogy pont a 12. kerületi pártszervezettel került kapcsolatba. 1944 őszétől prédikációkat tarthat. Egyrészt a Városmajori plébánia templomban, másrészt pedig itt a várban, a mellettünk található templomban. Ezeket a szentbeszédeket általában úgy zárta, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, kitartás ilyen szálasi. Reverendet hordott még ekkor, a karján egy nyilas karszal volt, a derekán pedig egy pisztoly. Ezt a katolikus egyház nagyon erősen problémásnak érezte, megtiltanak számára minden nemű egyházi tevékenységet. Innentől kezdve lépett be ő nagyon szorosan, vagy kapcsolódott be nagyon szorosan a 12. kerületi nyilas pártszervezetnek a munkájába. És onnantól kezdődik meg az, hogy a nyilas korszak egyik leghírhettebb szereplője, vagy azt is lehet mondani, hogy tömeggyilkossává válik. Kun András egy megrögzött ideológus volt, aki természetes, hogy elsősorban a zsidóknak a kifosztására, megölésére buzdított. Ő nem volt a vezetője ennek a csoportnak. A mai szóhasználattal élve ő a politikai komisszárja volt. Ő nem egy lumpenproletár volt, ő egy Rómában teológiai akadémiát végzett ember volt, aki tudta, hogy mit csinál. Ezeket a nyilas pártszolgálatosokat tűzbe vitte, tűzbe segítette, ehhez ő ideológiát adott. Tehát én nálam az ő bűne, ha lehet, még nagyobb, mint a többieké. Kevésbé ismertek, de legalább annyira fontos vezetői voltak a szervezetnek Dési Dragán Miklós, Megadja Ferenc, és legfőképpen Bokor Dénes. Itt volt egy pékség a Városmajor utcában, itt dolgozott, és péksegéd volt. Tehát ezt a dolgot úgy kell elképzelni, hogy attól a helytől, ahol most ülünk, és ahol ezt a tömeggyilkosságot elkövették, 150 méteren belül volt éveken keresztül a munkahelye Bokor Dénesnek, ahol a zsemléket sütögette. Bokor
Bokor Dénes 1939-et megelőzően a Szociáldemokrata Pártnak volt a tagja. A pártba belépő személy kijelentette, hogy tudomása szerint sem szülei, sem nagyszülei, sem felesége szülei, sem az ő nagyszülei között zsidófajú nem volt. A 12. kerületi pártszolgálat tagjai itt éltek és itt dolgoztak a kerületben. Kiváló helyismerettel rendelkeztek. Az alatt a közel 4 hónap alatt, amíg rettegésben tartották a környéket, fő feladatuk, a saját megfogalmazásuk szerint, a belső ellenség felkutatása volt. Belső ellenség volt a budapesti zsidóság, és mindenki, aki baloldali volt. Folyamatosan razziáztak. Akkor azért a feljelentések virágkorukat élték. Élelmiszert, italt, értéktárgyat, ékszert, pénzt, ruhaneműt, azt minden alkalommal elhozták, és majd a pártházban lévő nyilas feleségek voltak azok, akik szétosztották. A kerületben a Schwab-hegyen volt a Gestapo központja. A bujkáló 19 éves Szegő Hannát és férjét Vas Jánost elfogták és ide hurcolták. Azt kellett mondanom, hogy kérjél egy hungarista pofont. Kérek egy hungarista pofont. Egy akkora pofont adtak, hogy egyik faltól a másik falra repültem, és a férjem, a volt férjem szegény, háttal állt, háta mögött, és ezt végignézte. Miután mindkettőjüket megverték, Vas Jánost kivégezték. A 8 hónapos terhes Szegő Hannát pedig 50 társával együtt átadták a 12. kerületieknek. A német gestapótól azt a feladatot kapták, hogy a gestapó által Budapesten összegyűjtött zsidókat vegyék át tőlük, és kísérjék el vagy a nagy gettóba, vagy pedig az óbudai téglagyárba. És ez esetben látszik az, hogy mennyire önműködő volt a kerület, tehát hogy kapnak egy ilyen utasítást a gestapótól, de nem teszik meg. A Városmáj utca nyilas házba futólépbe lépésbe letereltek, és levittek a pincébe. Háttal felállítottak a falhoz, és többször sortüzet vezényeltek. De hát ez csak ijesztgetés volt akkor. Nyilasháznak a vezetői, ez a történelmnek a Fintora, a Bokor testvérek, azért mondom, a fönt Fintora, mert Bokornak hívták őket. Érdekes módon az egyik meglátta, akkor már ugye, hát február 5-én született a lányom, akkor már 8. hónapban voltam. Ez a nő állapotos, ezt ne verjétek, csak nézze végig, hogy mit csinálunk a többiekkel. És a pincébe letettek egy hokedlit nekem, és oda leültettek. Elkezdődött egy olyan kínzás ennek a csoportnak, ami elképzelhetetlen. A nőket ilyen szöges bikacsekkel, azt hiszem úgy hívják, verték a méhükön, hogy ne szülessen több zsidó gyerek. A férfiaknak a nemi szervét tépték, és a haját tépték ki, és a körmeit. Egy ideig néztem, és aztán elájultam. Arra ébredtem, hogy a nyilas háznak a konyhájába fekszem egy lócán. Egy nyilas karszalagos nő húslevest önt a szájamba, és térít magához. Ne kérdezzék, hogy ez hogy lehet, ez így volt. Aki túlélte a kínzásokat, őket fehér neműre vetköztették, 5-ösével összekötözték őket, és éjszaka útnak indították őket pártszolgálatosok kíséretébe a Dunapart felé, tehát a Városmajor utca, Vérmező, Alagút. Le a Lánchíd alatti Dunapartra. A kísérőink között volt Kun Páter, és egy megadja nevű kispupos, akinek az volt a pehje, hogy úgy kiabált, mert így tudtam azonosítani név szerint is a népbíróságom tárgyaláson, hogy megadja nektek a megadja testvér. És lekísértek a Dunapartra. Csak rajtam volt kabát. Megint a különleges bánásmód a 8. hónap. Úgy látszik, valami misztikus érzés volt azért az állapotossággal kapcsolatban ezekben a fenevadakban is. A többiek kombinéban voltak a nők, a férfiak alsónadrágban. Nagyon hideg volt, -10 alatt. És levittek a Dunapartra,
És akkor azt mondja a kumpáter, most pedig megkegyelmezünk nektek Jézus Krisztus nevébe, mert karácsony éjszakája van, és beviszünk a gettóba. A Lánchídig futólépésbe egy öreg asszony ma is előttem van, fekete ruhába, ilyen kendős nénike volt, összerogyott, és csak húzni tudtuk, mert négyesével össze voltunk kötve, ezáltal lelassult a menet. Ők észrevették, hogy ezt csak húzzuk, kioldozták, és a két férfit, a Müllert és egy másikat, akihez oda voltunk kötve, kényszerítették, hogy ezt a nőt dobják be a Dunába, mert ebbe kár a golyó. Már utána fölkanyarodtunk a Lánchídnál, a lépcsőkön, és úgy a városon keresztül a Dohány utcánál vittek be a gettóba, és ahogy tudtak, összeszedtek takarókat, és azonnal, ahogy megérkeztünk, úgy, ahogy voltunk, felvették a jegyzőkönyvet erről az eseményről, mert mondták, hogy mi vagyunk az első csoport, aki kiszabadult a Városmajó utca nyilasházból. A számítások szerint több mint 1300 embert lőtt a 12. kerületi pártszervezet a Dunába. Ez egy brutálisan nagy szám. Ezekben a verésekben, kínzásokban és kivégzésekben Kun Andrásnak is szerepe volt. Fokról fokra váltak, vált ő maga is, és vált a kerületi nyilas pártszervezet is egyre brutálisabbá. Ahogy ő fogalmazott, a lejtőre lépve nem volt többi megállás, és tüzet és átkot lihegtem mindenre, ami zsidó vagy vele kapcsolatos. Ez lény csak vertek, és a verések lettek egyre brutálisabb, és váltak immár kínzásokká, és a kínzások váltak gyilkossággá, és azok váltak majd később tömeggyilkossággá. Ahogy Szálasi Ferencék 1944. decemberében elhagyták Budapestet, onnantól kezdve minden kontroll megszűnt. A budapesti zsidók sorsáról ezek a kerületi pártvezetők és párttagok dönthettek. Kun Páter és Bokor Dénes csapata a fővárosban maradt. A tevékenységüket pedig áthelyezték a Duna másik oldalára is. Átmentek Pestre. Ők ott átvették a hatalmat a hűségházában, továbbá, amiről ritkán beszélünk, az Andrássy út 47-ben. Az Andrássy út 60-at ez a csapat üzemeltette. Tehát, hogy a pesti nyilas gyilkosságoknak egy jelentős részét is ők intézték. Az Andrássy út 47-ben majdnem 300 embernél több volt mindig napról napra a pincébe, akit később a Dunapartra kísértek. És ez a nyilas csoport akkor jött vissza ide Budára, mikor ugye a hidakat egymás után felrobbantották. Pestről érezték, hogy túl veszélyes a dolog, jönnek a szovjetek egyre befelé, és akkor tették vissza a székhelyüket ide Budára. Budapestet ekkor már körülzárták a szovjet és román csapatok. Előbb felszabadult Pest, majd Budára összpontosultak. Itt a János kórház mögött álltak 3-400 méterre a szovjet csapatok. Ebben az árgyűrűben történt meg az, ami emberi ésszel elképzelhetetlen. Nem maradhat a Turul szobor. Egy hónapja van a Turul szobornak. El kell bontani a főváros 12. kerületében lévő Turul szobrot. Készek voltunk élő lánccal, riadólánccal megakadályozni ennek a szobornak az eltávolítását, amit akkor kilátásba helyeztek. Közel ezren jelentkeztek a Jobbik akciócsoportjába, akik készek akár polgári engedetlenség következményeit is vállalva élő lánccal megvédeni a Turul szobrot. Csak ma 22-en jelentkeztem. Ősi magyar. Magyar? Nem is ősi magyar, hanem ősi magor jelkép a Turul. Tehát a Turul az egy nagyon fontos szimbólum. Annak a szimbóluma, hogy a jobb oldal egységesen másképpen gondolkodik a történelmről. Például, hogy a magyarok azok nem vettek részt a holokauszban, azt igazából csak a németek csinálták. Amit ott láttuk a markában a Turul madárnak, az nem a Mózesnek a botja. Nemzetünknek körülbelül 30 ezer éve a szimbóluma. Nem hatodik ezres, mint ahogy, ahol a zsidók tartanak. Tehát 30 ezer éve. Elképzelhető még akár 70 is.
a jobb oldal a testivel védte meg. Beígérte, hogy agyonvernek az utcába, ha Turulnak baja van, az utcába beletaposnak a kőbe, stb. Stb. Turul napisten kép más a jelképe, tiszteli, ápolja Turán minden népe. Aki ott egy Turult megölt, elpusztított, az már attól fogva a halottnak számított. Ezt üzenem a Demszky úrnak is. Ezért nem mert a kerület soha hozzányúlni, mert tudták azt, annak a vezetőnek, aki ezt hozzálát a bontáshoz, annak annyi. Mi egyet tehetünk volna, hogy hozunk egy határozatot, és utána egy daris kocsit kiküld a főváros, és eltünteti, de ebből hát olyan nyílt összetűzés lett volna a Jobbikkal, amit mi nem akartunk. Tehát nem akartunk utcai harcot. 1945. január 12-én megtámadják a Maros utcai zsidókórházat, január 14-én megtámadják a Bíró Dániel gyógyszanatóriumot, és január 19-én pedig az Alma utcai szeretetotthont. Ezek az intézmények mind-mind a 44-es évben, a vészkorszakban tele lettek zsidókkal, és ezeket a zsidókat megpróbálták a különböző menlevelekkel megvédeni. 2016-ban jelent meg Zoltán Gábor Orgia című regénye, amiben részletesen feltárta a 12. kerület sötét múltját. Arról tudna mesélni, hogy itt mi történt, ahol most vagyunk? Ez egy kórház volt, mégpedig egy nagyon jól felszerelt, jól működtetett, modern kis kórház. Sokan ide menekültek, és kvázi itt laktak a kórházban. Volt olyan orvos, aki ide menekült, például Ród doktor, aki erdélyi volt. Régóta zavarta a 12. kerületi szervezetet, hogy a közvetlen közelükben, viszonylagos védettségben bujkálhatnak emberek. A környékbeli házakban nagyon sok nyilas élt, ott például, tehát ott innen beláttak. Így. Itt voltak a szemük előtt ezek a zsidók, és már ősszel, valamikor októberben egyszer kiürítették a kórházat, hogy mindenkit el fognak innen vinni. A megtörtént esemény előtt egy héttel is volt egy ilyen, hogy az utcára felsorakoztatták a sebesült betegeket ahhoz, hogy elhajtsák, míg Nokdacu, egy német főtiszt arra jött, aki úgy látszik ember volt, hiszen Wehrmacht tiszt volt, és szétzavarta ezt az egész társaságot. Január közepén a szovjetek már a 12. kerületben voltak, de a helyi nyilas pártszolgálatosok nem velük vették fel a harcot. Berontottak az épületbe, összeszedték az embereket, először ott lenn az alaksorba gyűjtötték őket össze, az értékeket elszedték tőlük. Volt egy ápolónő, aki itt dolgozott, és akkor ő segített a nyilasoknak azonosítani, hogy ki keresztény, ki nem. Kisebb csoportokba kivezették őket ide, és lelőtték. És nem is zajlott le a dolog így azonnal, mert volt, aki el tudott rejtőzni az épületben, de aztán később megtalálták, és vele akkor még durvább kegyetlenséggel végeztek. Cipszer Rezsőné vallomása. Deutsch titkár 12-én a gyilkosság napján a padlásra menekült. Miután megtalálták, keresztény iratokkal igazolta magát, bele volt szobalánya Rózsi is, akit mint lányát igazolt. Másnap Erzsi nővér feljelentésére levetkőztetve kivitték őket a kertbe. Láttam, hogy Deutsch titkár hasát felmetszették, Rózsi homloklövést kapott. Órákon át tartó gyilkolás volt. Az orvosi kar igen neves zsidó orvosokból állt, akiket a betegekkel együtt legyilkoltak. Még a háború véget sem ért, amikor 1945. áprilisában csupán 3 hónappal a tömeggyilkosságokat követően exhumálták és azonosították az összes áldozatot. És az exhumálásra kivitték azokat a nyilasokat, akiket már áprilisra elfogtak. Ő a Vidra Mihály. Ő volt a korábbi kerületvezető, neki volt egy fodrászüzlete. Szintén a képen látható kaszavince. Az ő esetében azt lehet tudni, hogy házmester is volt, illetve a végzettségét tekintve pincér volt. A mészárlás kulcs szereplője, Jankovics Róbertné ápolónő már korábban csatlakozott a kerületi pártszolgálatosokhoz. Fegyverrel vett részt a környékbeli razziákban, áprilisban pedig megjelent az exhumáláson, a kórház körül bámészkodott, amikor felismerték, és a nyomozók a helyszínen elfogták. Jelen volt még Csaba Sándor, Szabó Jenő, Dobrócsi Lajos,
Bakonyvölgyi Károly, Tokai Péter, Bittner Ferenc, Cigány Ferenc, Hortobágyi Sándor, Rédl József. Tudjuk pontosan, hogy kik lőttek, tehát kik voltak a kivégzők, kik erőszakoltak meg ott is betegeket, mert ott egy szülészet is volt, tehát viszonylag fiatal nők is voltak a Maros utca 16-ban, tehát tudjuk, hogy ott mi történt. És mit lehet tudni a legszélső figuráról? Ő pedig Brunner Oszkár, a 12. kerületi pártszervezet egy razzia után kíséri be a pártházba zsidóbújtatás vágyával. A feleségét, mint zsidó szemét a kínzásokat követően kivégzik, viszont a felesége nem hal bele, el tud menekülni, viszont a férje abban a tudatban van, hogy a feleségét kivégezték, és ezt követően az életben maradásért cserébe belép és segít a 12. keretnek a munkáját. Brunner Oszkárné Schuller Klára vallomásában elmondta, hogy a lövés csak a száját érte. A kerítésen átmászva a Maros utcai kórházba menekült, ahol ellátták. Amikor 12-én a nyilasok megtámadták a kórházat, ő is ott volt, de a fejkötése miatt nem ismerték fel. Erzsi nővér nem tudta zsidóként azonosítani, bombázásban sérült kereszténynek vallotta magát, és így élte túl a mészárlást. A Maros utca 16-ot azért szerette volna, ott lakásokat akartak saját maguknak kialakítani, be is költöztek ezután, a gyilkosság után. Kiszorultak Pestről, nagyon sok ember jött át, kellett a hely. Sokan már aznap itt aludtak. 14-én a figyelmük átterjedt ide a Bíró Dániel kórházra. Azokat a személyeket, akik járóképtelenek voltak, őket az ágyaikban lőtték agyon. A járóképes betegeket pedig kettesével a földszinti habba összeterelték, és kikísérték őket a kórháznak az udvarára, és agyon lőtték őket. Öszörményi Nagy Emil vallomása. Délután 4 óra körül az állandó géppisztoly lövések megszokott hangja mellett egy másféle tompa hang ütötte meg a fülünket. A hang a Bíró Dánielről elnevezett zsidó kórház irányából jött. Az ablakhoz szaladtam, kinéztem, és borzadva tántorogtam vissza. 4-5 ápolónő állt fátyolban, sorban, arccal a kórház udvarán álló szénkamra felé fordulva. Mögöttük néhány nyilas egyenruhájú egyén, akik közül az egyikük lőtt, és az ápolónők sikoltva estek össze. Ahogy megtörténik a 150 orvosnak, betegnek, ápolónőnek a kivégzése, az összes náluk lévő ékszert, pénzt, ruhaneműt a nyilasok összegyűjtik, és elhagyják a helyszínt. Bármilyen morbidul hangzik, rossz szag volt a környéken, ezért visszajöttek. A hullákat gulába rakták, leöntötték benzinnel, gázolajjal, és meggyújtották. Ekkor égett le a Bíró Dániel kórház. És a Maros utcai zsidókórház, mind a Bíró Dániel gyógyszanatórium a Vörös Kereszt védettsége alatt állt, tehát magyar hadóságok nem léphettek be a területére. Az Alma utcai zsidó otthon lakói tudták, hogy a szomszédos intézményben mik történtek. És azt is tudták, hogy most rajtuk van a sor. A nyilasoktól már nem védenek meg sem a menlevelek, sem a Vörös Kereszt. Fennmaradt egy olyan anyag, amiben az Alma utca idősek otthonának a vezetője segítséget kér. Mert hogy szintén a szomszédban iskolai példként funkcionál, akkor a honvédség sajátította ki az épületet, és átmegy, hogy mi történt a Bíró Dániel gyógyszanatóriumnál, és hogy az Alma utcát nem tudná-e a honvédség valamilyen módon védeni. És azt a választ kapja, hogy nem. És úgy megy vissza az igazgató, hogy rábízza az ott tartózkodó idősekre, hogy döntsenek úgy, hogy maradnak, vagy nem maradnak. De az orvosok és az ápolónők, ők maradtak, és azok az emberek fogják túlélni, akik elmentek. Az egész tevékenységüknek az volt a lényege, az itt lakókat addig kínozni, amíg meg nem mondják, hogy adott esetben hova tették azt az egy-egy gyűrűt, amiük volt, mert ők arra is igényt formáltak. Levitték őket a Városmajorba, és ott sorba kézigránátot dobtak közéjük, géppisztollyal lőtték őket, így semmisítették meg azt a 90 embert. Miután a 12. kerületiek visszatértek Pestről Budára, új központba költöztek. A Németvölgyi út 5-be.
Ez a pártház, ez azért nagyon fontos, mert az 1945. januári három nagy tömeggyilkosságuk, az ebből a pártházból fog kiindulni. Ott a Németvölgyi úton olyan dolgok történtek, hogy nem csak a kegyetlenségű kirívó, de nem teljesen érthetőek. Én nem értem őket, tehát ezért például nem is a legtöbbjükről nem írtam a regényemben. Az első támadás, a január 12-i Maros utcai mészárlás a 84 ember halálával nem ért véget. Egy pár embert átcipeltek a Németvölgyi út 5-ben lévő nyilas központba. Részben azért, mert a kivégzés végére érkeztek pekjükre vissza, részben azért, mert nem voltak biztos a dolgukban zsidók, nem zsidók, tehát ezért azt a bizonyos öt nővért, illetve segédszemélyzet tagját áthurcolták a Németvölgyi út 5-be, ott napokig kínozták őket, deplorálták őket. Ez mit jelent? Gumibottal elvenni a szüzességet, azt jelenti. Kunanes megkérdezte tőlük, hogy van-e köztetek szűzlány, és páran jelentkeztek, és őket pedig Kunanes gumibottal megerőszakolta. Ehhez a pártházhoz kötődik egy olyan eset, amire a Kunanes elleni bírósági tárgyalásban is azt hitték, hogy a nyilas korszak egyik legbrutálisabb tette volt. Kunanes azzal a váddal illetett egy kis nyilast, hogy segíteni próbált nekik. És ennek a kisnyilasnak az volt a büntetése, hogy bevitték a Németvölgyi úti pártházba, meztelenre vetkőztették, és a nemi szervét egy kalapáccsal Kun András az asztalhoz szögezte, és agyonverték. A Németvölgyi úti pártház udvarán kivégzett és meggyilkolt zsidókra célba vizeltek ezek a nyilas pártszolgálatosok. Teljes megalázása zajlik ezeknek az áldozatoknak. Itt az öt nővérből mind az ötöt elvitték kivégezni a vízművek mai területére, tehát egy éjszaka átvitték őket, tüzeltek rájuk. Egyik nővérnek volt szerencséje, aki ösztönösen leborult zárfelhúzás hangjára, és így legalulra került, megmaradt, visszament a társasága Németvölgyi út 5-be, akkor sikerült neki a másik négy hullája alól kimásznia, és így menekült meg. Ennek a túlélő nővérnek is köszönhető, hogy ennyi ismeretünk van a Németvölgyi út 5-ben elkövetett bűntényekről. 1945. áprilisában, amikor megtörténnek az exhumálások, nagy számú áldozatot találtak a nyilasház kertjében is, akiket ott a helyszínen végeztek ki, vagy a kínzásokba haltak bele. Rendőri készültség a 12. kerületben. Alig egy óra múlva kezdődik a lebontásra ítélt Turul szobor megmaradásáért tartandó rendezvény. Nagy öröm, hogy hosszú évek után egy ilyen széles nemzeti összefogást tudtunk egy ügyben teremteni. Az a nemzeti minimum, hogyha a turulmadár veszélyben van, akkor félreteszek mindent, eljövök ide, és megvédem, ha kell. Egy erődemonstrációt is tartottunk itt a turulszobornál, akkor ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy lekerüljön a napirendről ennek az eltávolításra. Ennek a turulnak a büszkesége azt üzeni mindenkinek, nekünk és nekik, hogy nem fogjuk senkit talpát nyalni.
sem az Uniójét, sem Izraelét, sem Amerikájét, sem a multikét. A mi turulmadarunk pedig ártatlan és szent. Bennünket nem érdekel, hogy van-e engedély, vagy nincs engedély. Mit csinálsz neked, ide? Mit csinálsz? Rában! Miért vagy? Miért kell? Mit csinálsz? Töröd ki! Töröd ki! Most törnöd ki! Most törnöd ki! Vegyék most kellett! Hagyjál kettet! Elkezdtem a törnöd! Segítelem a törnöd! Nem volt! Bocs, 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 a bíróság most úgy döntött, a tavalyi bontási határozat érvényes, jogerős és végrehajtható. A 12. kerületi önkormányzat meglepőnek tartja a bíróság döntését, és továbbra sem akarja lebontani az emlékművet. A kerületi polgármester ma már azt is elmondta, hogy hogyan akadályozzák meg az ítélet végrehajtását. Addig húzzák majd az időt, amíg ők lesznek többségben a városházán. A magyar építési jogszabályok, eljárási jogszabályok elég bonyolultak. Így alkalmat adnak arra, hogy ezt az időt, ami még ennek a fővárosi testületnek az idejéből hátra van, mi kihasználjuk. ...2010-ben a jobb oldal az egész országban átvette a hatalmat. Pokorni Zoltán 5 nappal azután, hogy megalakult az új parlament, benyújtotta a Lex Turult, amivel lezárta az évek óta tartó harcot, és megóvta az emlékművet a lebontástól. Pontosan előre lehetett látni, hogy ilyen megemlékezések fognak ott történni. Ehhez nem jós tehetség kellett. Innen is üzenem, hogy egyelőre ezt a várost Budapestnek hívnák, nem Judapest a neve, hanem Budapest, és szimpátia tüntetni Tel Avivban kell, meg a Fullánk utcai izraeli nagykövetség előtt, nem itt. Ez egy kisebb zarándok helyé vált az utóbbi években. Itt az ideje, hogy Turul térnek nevezzük el. Fel kell lázadnunk, el kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasorú érhet kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazáruló bűnbandát a Kárpát-medencéből. Kitartás! Adjon az Isten! Nem véletlen ennek az egész ügynek a szexuális irányultsága. A zsidó férfiakat irigyelték a feltételezett szabadosabb életvitelükért, hogy több nőjük van, jobb nőjük van. A zsidó nőket meg eleve késsóvárnak, laza erkölcsűnek tekintették. Az ismert 1967-es zuglói nyilasperben a 12. kerületiekhez nagyon hasonló jellegű bűncselekményekről és erőszakról vallottak a vádlottak. Lementem a pincébe, ott a mosókonyhába, kb. 8-10 asszony mesztelenül táncoltatták. És itt láttam Barát Kálmánt egy bot volt a kezében, amivel mondjuk a taktust verte. Akkor a férfiakat is lemesztelenítették, és ott a nyilvánosság szeme láttára kényszerítették a férfiakat a nőkkel való közösülésre. Nem voltak hajlandók, és akkor nekiestek a pártszolgálatosok, és elkezdték őket ütlegelni. Ön nem ütött senki? Én nem ütöttem meg senkit sem. Nem gondoltam meg, hogy hova ütök, mit csinálok. Ütöttem és rúgtam, ahogy tudtam. Elhangzott a parancsoló tüzely. Igen. És én az áldozatomat majdnem közvetlen közelről. Mutassa meg, hogyan? Így, kérem szépen. Tarkójához? Igen, a cső, így csővel. Majdnem közvetlen közelről. Majdnem közvetlen na, közel igen. A tarkójához? Igen. Igen. Lelőttem. Ők nem is érezték annyira, hogy embert ölnek, hanem a társadalom egy olyan csoportját, aminek nincs itt Magyarországon létjogosultsága. Sokszor az motiválhatta őket ennél a 3 esetnél, hogy ne történjen meg, hogy ezek az emberek ekkora számban túlélik a nyilas korszakot. Ami leginkább hajtotta őket, az, hogy ha már ezt elkezdtük, akkor végezzünk teljes munkát, mert hogy idézzek egy korabeli megszólalót, mert aki életben marad, az úgyis bosszúálló disznó lesz. Ők átlag emberek voltak, átlag állampolgárok, és hogy egy eszme és egy ideológia el tudja juttatni őket oda,
hogy magyar állampolgárokkal Budapesten mit tesznek. Ha lehet, hogy nincs nyilashatamátvétel, élik tovább az átlagos életüket. De azáltal, hogy megtörténik a nyilashatamátvétel, és fegyvert és hatalmat kapnak, mindaz a frusztráció és elégedetlenség, ami bennük felgyülemlett, az kiszabadult. Azok az emberek, akit sikerült az 1920-tól kezdve az ideológiával, a numerus clausussal és a folyamodvánnyal megértetni velük azt, hogy a zsidó az nem ember. Nem ember. A zsidó egy harácsoló valami, ami összeszedte azt, ami nekünk járna. Kun András kivégzése előtti interjújában így van. Az emberi szenvedést és nyomort akartam mindig enyhíteni. Ezért küzdöttem a zsidók ellen. Ők a tőkeurai, a zsidók jártak a napfényes oldalon. És vannak olyan vallomások, amikben maguk a nyilasok is hangsúlyozzák azt, hogy de hát egy pap is ezt tette. Kumpáter nyilas karrierje a Németvölgyi úti pártházban ért véget. De hogy fogalmaznak, az még hagyján, hogy mit tesz a zsidókkal és a baloldali a Kakun András, de hogy annyira megzabolázhatatlan és irányíthatatlan, hogy már a nyilas rendvédelmi szervek tagjai ellen fordul. A rendőrök meg katonák ekkor már látták, hogy elveszett a háború, tehát bujkálni próbáltak. Kumpáterék január 18-án egy razzia során bujkáló nyilas rendőröket találtak egy Karácsonyi utcai óvóhelyen. Azzal a váddal illetik őket, hogy még ők, mint pártszolgálatosok folyamatosan kint vannak, kockára teszik az életüket és tisztítják meg a belső ellenségtől a kerületet. Addig ezek a nyilas rendőrtisztek egy óvóhelyen vannak. De nem csak megverik őket, hanem bekísérik őket az akkor már a Németvölgyi úton működő pártházukba. Ezt viszont a nyilas számonkérő szék már nem tolerálta. Kun Andrást január végén kötél általi halálra ítélik. Szálasi személyi kezjelenbe részesítette, 15 év várbörtönre lecsukatta. Hát jöttek be a szovjet csapatok, akik a várbörtönt is kinyitották. Aki börtönbe van, jó elvtárs, szélnek eresztették, akik ott vannak. Kumpáter rögtön irányt vett Erdélybe, ő erdélyi származású volt, majd onnan a román csapatokkal Magyarországon keresztül fölment Brünig, fölismerték, igazoltatták, és ekkor került ő csak az Andrássy út 60-ba. Szeptemberben volt a bírósági tárgyalása, és akkor mondták ki a halálos ítéletet. A 12. kerületi pártszolgálatos csapat több mint 110 főből állhatott. Közülük 22-t halálra ítéltek, 38 egyéb ítéletet kapott. A többiek vagy elmenekültek, vagy számonkérés nélkül megúszták, vagy még az ostrom során életüket vesztették. Fémtáblákon sorakoznak a II. Világháború helyi áldozatainak nevei a 12. kerületi Turul-szobor talapzatán. Azt, amelyiken Pokorni József neve szerepel, még nem cserélték le. Tavaly derült ki, hogy ő a kerület polgármesterének Pokorni Zoltánnak a nagyapja volt, és a nyilas terror idején tömeggyilkosságokban vett részt. Amiért itt vagyunk, vagy én itt vagyok, az, hogy ezt kimondjam, hogy egyek vagyunk a fájdalomban, részében. Az a típusú szembenézés, ami egy demokráciában lehetséges volt, az Magyarországon elmaradt. Háború utáni felelősségre vonás elég féloldalasra sikeredett, ugyanis a kommunista pártnak nem volt az érdeke a nyilas történet teljes elbeszélése, annál is kevésbé, hogy a nyilasokra, mint pártlagokra messze menően számítottak, és végül is a nyilas párt egy proletár párt, amelyik teljesen szocialisztikus, sőt kommunisztikus eszméket hirdetett, eleve mindent államosítani akartak. Nagyon sok ideológiai rokonság volt a két társaság között, és ezért 1948 után a nyilasok szisztematikus üldözése abba maradt, sőt, tulajdonképpen egy politikai csoportot tudok mondani a Rákosi rendszerbe, akit nem üldöztek.
azok furcsa módon a nyilasok. Tehát üldözték a volt tisztviselőket, a volt csendőröket, a volt katonatiszteket, a volt hivatalnokokat, csak a nyilasokat nem. Egykori polgárokat, burzsoákat, meg arisztokratákat nagy számban telepítettek ki innen. Például szintén innen a közvetlen közelből telepítik ki Eszterházy Pétert és a szüleit. De nagyon sokan a nyilasok közül, akik vagy kis nyilasok voltak, vagy nem, háborítatlanul éltek itt tovább. Az 1956-os forradalom után újra előzhették az elsüllyesztett nyilas aktákat. Mert hogy az 56-os forradalomra adott kommunista válaszreakció volt az, hogy hát mivel ez egy fasiszta lázadás, azért nyilván a nácik csinálták, és 56 után kezdték elővenni a régi nyilasok anyagait, és egy csomó vizsgálat indult 12 évvel tehát később, mint ahogy a háborúnak vége lett. Ebből lettek aztán részben például a zuglói nyilasok pere, de több más kerület ellen is indítottak eljárást. Minden népbírósági pert átnéztek, átvizsgáltak. Felállítottak egy hatalmas adatbázist, így gyűjtötték be a zuglói nyilas per résztvevőit, és begyűjtötték azokat a budai pártszolgálatosokat, akiket akkor nem vontak felelősségre. Tehát marha érdekes, mert ugye a zuglói nyilas perről megvan minden, de a budai gyilkosok peréről nincs, csak a titkos dokumentumokban. Ennek az egyik oka az volt, hogy a nyilasok ellen indított eljárások közben léptennyomon a kommunista párt tagjaiba ütköztek. Például a zuglóiaknál Monostori Gyula századosba, aki 56-ban a karhatalom oldalán harcolt. A budai nyilasok perében az elsőrendű vádlott az egyik legtragikusabb sorsú 12. kerületi nyilas, Brunner Oszkár testvére volt. Ezt a pert egy Brunner Tivadar nevű magasrangú főkönyvelő ellen indították, aki párttag volt, a kommunista párttagja, és a Fejér megyei pártbizottság tagja is. Akkor már divatba volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk. Ez alapján nem volt nyilvános a per, de súlyos ítéleteket osztottak. Ennek a pernek az irataiban újra és újra előbukkant egy név, akinek kulcs szerepe volt a 12. kerületi vérengzésekben. 1971-ben, amikor is ez a budai gyilkosok összeszedése volt, a politikai rendőrök az országot végighajszolták a Pokorni iránt. Mindenki, aki élt és mozgott és Pokorni volt, ők olyan fontos személynek tartották, azt beazonosították, szembesítették, Ósztól kezdve Békés Csabán át Szombathelyig. Még egy érsekújvári Pokornyit is beidéztek, mert feltételezték, hogy mi van, ha nem halt meg, hanem esetleg megrendezte az eltűnését. Tagjává lett decemberben, és valami módon az egyik vezetője lett ennek a nyilas pártszolgálatos csapatnak. Vele volt közvetlen kapcsolata annak az ápolónőnek, aki körbejárt és rámutatott az emberekre. Az ő partnere volt a Pokorni József. 1944. december 22-én, mivel otthon volt betegállományban, elment a Kapás utcai Otiba felülvizsgálatra, de csak másnap reggel 6 óra tájban jött haza. Tehát így kezdődik az egész. Az ember elmegy az Otiba, betegállományban van, nem megy be a Momba villanyt szerelni. Elment, aztán csak másnap jön haza. Van ilyen. Elmondta, hogy a megadja, akit mint fűszeres segédet én is ismertem, őt is a Városmajori utcai nyilasházba rendelte, és azt is mondta, hogy ha nem megy oda, akkor abból baj lesz. Ezért már 22-én egész nap velük volt, és a kabátot is tőlük kapta. Ezután elment hazulról, és vele többet nem találkoztam. Tehát hazajön a 8 gyermekem apja, a férjem, és egy kabát van rajta, amit kapott. Egy új kabát. December, karácsony előtt. Egy meleg kabát. Valakinek a kabátja. Elhagyta a családját. Ebben a három tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet végzett. Tamás Lászlóné vallomása.
A nyilasházban egy kis kamrában zsúfoltak össze bennünket. A vallatáshoz egyenként hívtak ki. Pokornyi hallgatott ki. Tehát itt Pokornyi van. Pokornyi hallgatott ki. Mondotta, hogy vessem le a kabátom. Ekkor Pokornyi azt mondotta, éles töltényt ne vigyétek messzire. 8 gyereke volt nagyapámnak, legidősebb fia János az én édesapám. Fogadtam őt, hogy milyen ember volt. Egy melegszívű templomjáró, de nem túlságosan hívő. A zsidó szomszédaival kifejezetten baráti viszonyt ápoló melegszívű embernek írta őt le. Tehát nem egy volt az elkövetők közül, hanem egy kirívó, kirívóan kegyetlen ember volt. Pokornyi azért nem került bíróság elé, mert 45. január végén gerinclövést kapott a János kórház mellett, meglőtték az oroszok, és meghalt. 2005-ben Pokornyi József nevét, mint a kerület második világháborús áldozatát felvésték a turul lábazatára. Engem nem a turul érdekelt, ilyen értelemben, azt nálam sokkal képzettebb, nagyobb emberek el tudták bírálni, hogy ez minek a szimbóluma, hogy mint, hanem kik vannak a turul lábazatán. De az önkormányzathoz fordultunk, hogy meggyőződhessünk róla, hogy akinek a nevét oda tették, az ki volt, de nem kaptunk ehhez segítséget. A személyiségi jogokra való hivatkozással utasította el a jegyző. Azt kértem a tanácstól, hogy fogadjon Pokornyi polgármester úr ebbe a kérdésbe, amikor zajlott ez az oda-vissza kapom. Ő lepasszolta. A kutatók több mint egy évtizeden át falakba ütköztek. Az önkormányzat titkosította a turulistát. Ez teljesen abszurd. Én nem is tudok példát rá, annál is kevésbé, mert a dolog legitimitása sérül meg ettől. Tehát, hogyha egy történészi munka, aminek meg kéne alapoznia egy emlékmű hitelességét, titkos lesz, az csak azt jelentheti, hogy a munka valójában azt bizonyítja, hogy ez az emlékmű nem lenne szabad, hogy ott álljon, ahol. 2019 nyarán a Mozgóvilágban megjelent Rab László cikke. Az újságíró a titkos budai gyilkosok néven futó akták között megtalálta Pokornyi József feleségének vallomását. Az itt szereplő lakcím, a halálozás időpontja és egyéb személyes adatok alapján azonosította a turulon szereplő Pokornyi Józsefet, mint nyilas megtorlásvezetőt és mint a polgármester nagyapját. Pokornyi Zoltán a cikk megjelenése után történészeknek kiadta a turulistát, akik 21 nyilast találtak az emlékmű talapzatán. 4 olyan esetünk van, amikor bizonyította azt, hogy az illető tömegkivégzéseknek is részese volt tettesként. Hangsúlyozom, ez a minimális szám, mert hogy akik meghaltak, azok kapcsán végképp nem indult 1945-ben nyomozás. Azok szerepelnek rajta, akit akkor, amikor ezt felállították, halotti anyagkönyvekből ki tudtak gyűjteni. Nem vizsgálták meg azt pontosan, hogy hát ez az ember, aki ott van, a neve a turul emlékművön, az most gyilkos vagy áldozat. A kerületi nyilas tömeggyilkosságok áldozatai 7 személy kivételével nincsenek fent az emlékművön. Nem csak zsidók nem szerepelnek, hanem például Kis János altábornagy, vagy Kálló Esperes, akik antifasiszta mártírok, és egyébként minden kétségen felülálló magyar hazafiak nem szerepelnek rajta. Pólyis István, ő bankár volt, és ott lakott egészen közel ahhoz a helyhez, ahol aztán később felállították a turul emlékművet, keresztény ember volt, viszont volt neki egy felesége, aki zsidó volt. És nagyon sokáig sikerült átvészelniük az eseményeket, már csak napokat kellett volna kibírni. De nem adatott meg nekik, rájuk tört egy nyilas razzia, és el akarták vinni az asszonyt. És a férje nem akarta engedni, azt nem tudta megakadályozni, hogy elvigyék, akkor ment ő is a feleségével. Le akarták róla beszélni, jó akaratúan. Nem tudták. Bementek az akkori nyilas pártszékházba, ahol a férfi ellenszegült, megrúgta az említett Bokor Dénest, tehát az egyik vezető nyilast.
agyonverték mindkettejüket, tehát a férjet és a feleséget. A bokor testvérek és a megadja testvérek. Pois István szerepel az áldozatok között. A feleségét kerestem, és nem találtam. Pois István felkerült a II. Világháború áldozatainak emlékművére. Pedig valójában ő és felesége nem a háború áldozatai voltak. Őket a honfitársaik, a szomszédaik gyilkolták meg. Nyilván egyébként véletlen, hogy én lettem pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt ennek a kerületnek a polgármestere, de ez alkalmat ad arra, legalább rendbe tegyek néhány dolgot. Nem csak mint egy nyilas gyilkos unokája, hanem mint a kerület vezetője, akinek feladata, hogy ezekben a szimbolikus dolgokban is rendet tegyen. A 12. kerületi önkormányzat nem akart nyilatkozni a szobor ügyében a jövő heti testületi ülés előtt. Ekkor dönthetnek a képviselők a Turul sorsáról. Harmadik napi rendi pont. Második világháború áldozatainak emlékművével kapcsolatos. Nem is tudom megítélni igazán objektíven ezt a kérdést. Őszintén mondom, tehát nem látom tisztán. Éppen ezért a tekintetben, hogy hol legyen, maradjon vagy ne maradjon ez a szobor, én nem fogok szavazni. Én nem szavazom. Akkor megkérném a panelbeszélgetés résztvevőit, hogy fáradjanak ki, és át is adnám majd a szót Bükler Tamásnak, aki a ma este moderátora lesz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm őket, hogy elvállalták ezt a különleges eseményt. Foglaltok helyet nyugodtan, és Tomi, téd a szó. Igen, köszönöm. Tehát akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem mindenki jól hall. Hogyne. Én Bükler Tamás vagyok, és köszöntöm a beszélgetőtársaimat. Szőnyi Andrea, Ungvári Krisztián és Ács Dániel, majd mindjárt teszünk egy rövid bemutatkozókört is, amennyiben erre szükség van.
arról beszéltünk a szervezőkkel, hogy mielőtt belevágunk a kérdésekbe, egy nagyon picit keretezzük ezt a beszélgetést, egyáltalán miért van ennek talán aktualitása ma, vagy hogy miért is gondoltuk azt, hogy erről érdemes beszélgetni. És előjáróban elmondanék tényleg csak röviden, hogy hogy kerültem én ebbe a képbe, aztán segít valahogyan ráfordulni a témára. Az elmúlt pár években Brüsszelben egy EU-s érdekérvényesítési szervezetnél vezettünk egy projektet, aminek az volt a lényege, hogy megnézzük, hogy Európa szerte a különböző EU-s tagállamoknak milyen jó gyakorlataik, illetve közpolitikai intézkedéseik vannak ezen a területen is, más területeken is, de erre a területre is kitértünk, és Magyarország az egyik kísérleti alany volt, az egyik kísérleti nyúl, ahol megnéztük, hogy a létező európai sztenderdeknek mennyire felel meg Magyarország, illetve mennyire követi a már létező jó gyakorlatokat, illetve mennyire halad Magyarország ezen a területen, úgy mint holokauszt oktatás, emlékezet, politika, úgy általában oktatás kisebbségek szempontjából. És nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgunk volt, mert a kutatás kizárólag joggyakorlatot vizsgált, illetve jogszabályi lehetőségeket, és azt mutatta ki lényegében, hogy Magyarország nagyon jól halad, és Magyarországon nagyon sok a jó gyakorlat, és nagyon sok a követendő példa, és végtelenül nehéz volt a magyar résztvevőinek, a csapatnak ezt valahogyan egy olyan irányba hangolnia, ezt a kutatási anyagot, egyébként megtalálható online, ha valakit érdekel, szívesen megadom, hogy azért a valóság ennél sokkal problematikusabb, és bár papíron nagyon sok minden nagyon jól néz ki, és van mit lobogtatni, hogyha stratégiáról van szó, de azért a valóság ennél sokkal árnyaltabb és problematikusabb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek ez lehet, hogy nem egy nagyon optimista kezdete, de mégis azt gondolom, hogy arból az irányból szeretnénk ezt megközelíteni. Így nagyjából a látottak alapján is, de úgy általánosságban is, hogyha azzal kezdjük ezt a beszélgetést, hogy tegeződhetünk, hogyha lehetséges, köszönöm, az megkönnyíti a feladatomat, hogy ti hogy látjátok, hogy az elmúlt pár évben, mondjuk egy időkeretet ennek, mert a pár év az nagyon általános, az elmúlt 5 évben, hogy halad Magyarországon a közbeszéd, milyen irányba halad, mik azok a főbb trendek, amikről beszélnünk kell, és amiben a következő percekben vagy részleteiben kitérünk, és hogy mik azok a fontos mérföldkövek, amiket fontos megemlíteni ebben a témában. És mivel három valamilyen szinten különböző területet képviseltek, ezért nyugodtan menjetek a saját területeken belülre, mert azért vannak határok, nyilván megközelítés felől is, és aztán majd sokkal gyakorlatilasabb leszek, de ezért szeretnék adni lehetőséget, hogy mindannyian egy picit bemutassátok a ti nézőpontokat. Nem biztos, hogy az a jó, ha én kezdek, de most én kezdek, és akkor földobom a labdákat, jó? Tehát én azt gondolom, hogy ilyen-olyan módon, mondjuk az utóbbi 7 évben, vagy 8, jobban előtérbe került a holokauszt témája, vagy az emlékezet témája a közbeszédben. Ez nem azt jelenti, hogy eljött a minden világok legjobbika, hanem bekerült a diskurzusba, ami az én problémám, és elsősorban az oktatás szempontjából közelítem meg, hogy sokat van róla szó, vita, de ez inkább ilyen retorikai szinten van, és semmilyen mélységet nem tapasztalok. És ettől kialakul megint csak az oktatás szempontjából egy ilyen fáradtság, hogy már megint előkerül ez a téma, megint hagyjuk már. És anélkül, hogy belemennénk a igazán a komplexitásába, akár az emlékezetpolitika komplexitásába, akár a holokauszt oktatásának, vagy a holokausztról való oktatás komplexitásába, egy nagyon gyors elutasítást látok. Hát nehéz erre válaszolni, mert hogy én azt érzem, hogy nem, tehát se kiköpni, se lenyelni, nem tudjuk ezt a témát, és ezt jól mutatják azok a szimbólumok, amik körül a viták kialakulnak, a szabadságtéri emlékmű,
a turulmadár, a sorsokháza meg nem nyitása, tehát valahogy úgy tűnik, hogy ilyen patthelyzet alakult ki. Azzal kapcsolatban leginkább, hogy mi a magyar történelemben, mi a magyar államnak, mi a magyar emlékező közösségnek a szerepe a holokausztban, leginkább ezzel kapcsolatban. És szerintem nem véletlen, hogy nem lehetett felavatni egy szabadságtéri emlékművet, hogy végül Pokorni Zoltán úgy dönt, hogy nem szavaz inkább erről a turulról, és ez sem, és a Sorsok háza is, ahogy említettem, hány éve nem tudjuk megnyitni, nem tudjuk pontosan, hogy miért, nem tudjuk pontosan, hogy ott mi az a probléma, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudunk, de valami ezekkel a szimbolikus terekkel és fontos szimbólumokkal van, amiket különböző módon értelmeznek a magyar emberek, vagy a magyar emlékezők. Jó, igen, szóval szerintem a korszakhatár az egyértelműen 2010, és pedig azért, mert az emlékezet politika az egy állami feladat, állami pénzekből végzik, a megrendelő az állam, és az mindenképp egy novum, hogy míg korábban minden probléma a dacára az állam azokból a tudományos eredményekből próbálta ledesztillálni azokat a tartalmakat, amelyeket emlékezett politika címén értékesített az állampolgárok között. 2010 óta az állam saját új, tudományosnak nevezettem, de nem feltétlenül akkreditált intézményeink keresztül nem tudományos tartalmakat desztillál le és ad el emlékezett politika címén. Ez teljes mértékben töretlen változás legfeljebb abban állapítható meg, hogy az állam egyre több nem tudományos, ám de tudományos mezbe öltöztetett intézményt kezd el fenntartani, amelyek emlékezetpolitikai, sőt elsősorban, sőt szinte kizárólag emlékezetpolitikai feladatot kapnak, tudományosat nem is kaphatnak, hiszen ebben egyébként mondjuk a Magyarságkutató Intézet és hasonlók valójában nem feltétlenül illetékesek. Azt kell mondjam, hogy hiányzik a kompetenciájuk. Néhány kivételt eltekintve. És ebben az egész emlékezetpolitikában szerintem ez a baj. Tehát, hogy mindenütt az állam a megrendelő, és nyilván mindenütt, nem csak Magyarországon, tehát Nyugat-Európában is ez egy csomó kérdést és problémát felvet, viszont itt, ahol semmiféle mérséklő elő nincs a politikai haszonszerzés irányában, itt az emlékezetpolitika az egyértelműen az elkurvulás politikáját jelenti. És megy? Nem megy. Most? Most igen, köszönöm. Nem fogunk szentségtelenkedni a mikrofonnál, csak az első kör. Én lehet, hogy vissza is dobnám a labdát arról, hogy picit úgy érzem, hogy rébuszokba beszéltél, hogy tudsz mondani egy-két olyan példát, hogy ez egy gyakorlatban is megnyilvánul ez a fajta torzulása az emlékezetpolitikának, ahol ezek a kompetencia nélküli szervezetek, szervek, autoritások, ezek mégiscsak sokkal inkább ártalmasak, mint nem, illetve hogy ez, hogy mit a mesterterv, tehát mire lehet ezeket kifuttatni? Hát a politikai haszon az ugye úgy szól, hogy mi áldozatok vagyunk, a mi alatt a szavazópolgárt kell alapvetően érteni, tehát nem csak a teremben helyett foglalókat. Mások pedig azok a tettesek, és mi nem csak, hogy áldozatok vagyunk, hanem velünk ki is toltak, nem kárpótoltak bennünket, míg mások vélemezett vagy tényleges szenvedései állandóan egy konkurencia harcban vannak a mi soha el nem mondott szenvedéseinkkel. Ez a politikai termék. Hangsúlyoznám, hogy ez nem egy magyar jelenség, tehát erre mindenütt van igény, Oroszországban is, sőt kultiválja is az ottani állam ezt nagyon nagy mértékben.
A dolog megvalósítása az egyrészt úgy néz ki, hogy ezek az úgynevezett intézmények olyan témákkal foglalkoznak kizárólagosan, amelyek ebben a dologban értelmezhetőek. Tehát mondjuk a délvidéki magyarok tragédiája 1944-ben, az biztos vagyok benne, hogy egy feltárandó téma a magyarságkutató vagy a Veritas intézet számára. És egyébként önmagában ez legitim is volna, hogy ezt feltárják, tehát nem nincs ezen mit kifogásolni, a dolognak a kontextusa az, ami kifogásolandó, mert hogy például ez a tragédia azért több ponton összefügg a 42-es eseményekkel, ahol szintén volt egy tragédia, sőt az a 42-es esemény is nagyon sok ponton összefügg azzal, hogy Magyarország politikai vezetése úgy gondolta, hogy egy reális politikai cél, egy homogén magyar nemzetállam megteremtése a Kárpát-medencén belül, 8 millió nem magyar kitelepítésével. Ezt Wert Henrik, a Honvéd vezérkar főnöke papírra is vetette, és csak úgy gondoljuk végig az ötlet bornírtságát, tehát a németek 1941-ben a Barbarossa hadművelet megindításakor volt egy generálplán oszt, ez egy tömeggyilkos terv, ami 30 év alatt akart 50 millió embert áttelepíteni. Ehhez képest a magyar fél sokkal gyorsabban szeretett volna, arányaiban egyébként sokkal több embert elüldözni, és a Honvéd vezérkar főnökétől kezdve Dálnoki Veres Lajoson, aki egyébként egy fontos személy a magyar 20. századi magyar történelemben, Homo Regius Horti, úgymond utódja lehetett volna 44-ben, később a magyar közösség összeesküvés egyik vádlottja. Szóval a lényeg az, hogy ezek a dolgok elbeszéletlenül maradnak. Tehát az egyik módszer az az, hogy nem beszélünk úgymond a kényes témákról, a másik pedig ennek az üldözöttségi, sértettségi állapotnak a fenntartása. Én csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy maga a Turul megalkotása, ami ugyan 2010 előtt történt, de mindenképp mégiscsak a Fideszhez köthető. 2002-ben az elvesztett választás után indították ezt a Turul projektet. Azt is történészek nélkül folytatták le. Tehát úgy állították össze a listát, hogy kik lesznek az úgynevezett áldozatok. Úgy alakították ki ezt az emlékművet, hogy vagy nem tudták, vagy nem akarták tudni, hogy mit jelent egy kardot tartó turul, és nem akartak azzal foglalkozni, hogy az emlékműre kerülő nevek tettesek vagy áldozatok. Ez csak ahhoz fűzném hozzá, amit a Krisztián mondott, hogy amit az előbb mondott. Bocsánat, ez egyébként tudatos volt. Tehát az a helyzet, hogy Mitnyán György is kellett, hogy tudja, mint ennek az egész dolognak az elkövetője, fontos kiemelni, hogy ezt nem Pokorni találta ki ebben a formában, hanem a Mitnyán. Tudnia kellett, ezt minden avadásnak tudnia kell, hogy a magyar történelem nem teljesen fekete-fehér kategóriákban jelenik meg, és a tettes és áldozat nem választható mindig 100%-ba külön. Tehát ez egy ilyen alapinformáció. Az, hogy bár ezt tudnia kellett, és nyilvánvaló tudta is, hiszen az bizonyítja, hogy tudta, hogy titkosította az ezzel kapcsolatos anyagot, tehát itt maximális rossz hiszeműség esette forgott fent, ezt a film nagyon jól dokumentálta is, és ez a rossz hiszeműség az, ami egészen borzasztó. Mert ezek szerint megengedett az, hogy csupán politikai haszonszerzés érdekében adott esetben tömeggyilkosok nevét is felírják egy emlékműre. Csak egy gondolatot tennék hozzá, egy kicsit így a kompetencia hiány oldaláról. Tehát Magyarországon vannak olyan szakmák, amikhez így mindenki ért. Én történetesen angoltanár voltam, hát angoltanársághoz is mindenki ért, mert ugye hát ezt csak angolul kell tudni. A holokausztról való oktatás is egy kicsit ilyen. És itt a kompetencia hiányt én máshonnan közelíteném meg, tehát sokszor a legnagyobb jó szándékkal olyanok foglalkoznak, akár tanárok is, megfelelő képzettség, tudás, ismeretek, módszerek hiányában, ami még hogyha nincs az a sandaság, amiről beszéltél, Krisztián, vagy beszéltetek, akkor is bajt okozhat, kárt tehet. Nem csak, hogy
kár, hogy csinálja, hanem kárt tehet, ahogy csinálja. Én csak egyet fűznék hozzá, a Pokorni Zoltán szerepe, hogy valóban ez egy Mitnyám projektnek tűnik ott 2002-ben, de hát azért az országgyűlési, a területért felelős országgyűlési képviselő 2002-ben Pokorni Zoltán volt, sőt, a Fidesz elnöke is Pokorni Zoltán volt, azt hiszem 2002-ben, sőt, ebben biztos vagyok, hogy 2002-ben ő volt az elnöke. Szóval azt hiszem, hogy ő azért rendelkezett hatalommal, hogy egy Mitnyán György-szerű, alacsonyabb rangú figurát, hát hogy mondjam, valahogy megfékezzen, amikor egy ilyen, hát azóta is problematikus projektbe belekezd. Most utána, hogy 2010 után az első dolga volt megvédeni, szóval én azt akarom mondani, hogy valóban nem az ő ötlete volt, nem ő tartott ott beszédet, és nem is ő állt be az élőláncba, de szerintem a Korninak azért van felelőssége ezzel az emlékművel kapcsolatban, most így, így a film után pár évvel már így látom. Igen, én pont innen szeretném folytatni, és Andra, ez a kérdés igazából inkább hozzád szól ebben a körben, hogy ti az Áhor Alapítványnál évente több ezer diákhoz, fiatal felnőtthöz eljuttok. És mióta, ugye most itt beszélünk 2002-ről, 2010-ről, 2020-ról, hogy azért itt eltelt közben egy fél generáció minimum. Mi alatt az Áhor Alapítvány ezeket a folyamatosan csinált, ezeket a foglalkozásokat, workshopokat, iskolásokkal, különböző projekteket, hogy te látsz valamiféle változást az attitűdök, megközelítések szempontjából ebben a fél generációnyi, tehát e között a két generáció között most gondolok arra, hogy közben felnőtt amit milleniálnak szoktunk nevezni, akik most késő 30-asok, például jó magam, illetve akik nem tudom, közben egyetemre jártak, akik most gimnazisták, hogy ez a torzult kompetencia nélküli emlékezetpolitika, ez hogyan hat ezekre a generációkra, és hogy van-e változás. Tehát gondolok arra, hogy például a fiatalabb generációk érzékenyebbek-e esetleg ezekre a jelenségekre? Most voltam egy konferencián, ahol egy német intézet egy kutatást ismertetett, pontosan ezt a 14 és 25 év közötti korosztályt vizsgálták, hogy hogyan is kéne megközelíteni őket. És azt a szót használták, mint legfontosabb eredmény, hogy snackable. Tehát, hogy könnyen evészhető, mint egy kis mint egy chips, vagy egy keksz, vagy egy mogyoró, vagy nem tudom. Ezen aztán elég sokat beszélgettünk, és elég sokat gondolkoztam is. Tehát azért szerintem ennél picit árnyaltabb a helyzet, és elég nagy bajban is lennénk, mert elég komplex témával, mert egy nagyon komplex témával dolgozunk, amit semmiképpen nem lenne szabad lebutítani. Ugyanakkor érdemes szerintem erre odafigyelni, erre azt nekem a kifejezésre, tehát semmiképpen nem lehet őket, nem lehet eléjük tenni egy hosszú könyvet, és azzal becsalogatni őket ebbe a témába. Amit én látok, és nagyon fontos, hogy ha valamilyen módon úgy érzik ezek a gyerekek, hogy ez releváns nekik, valamiért az ő életükben, az ő általuk meghatározott problémákban, akkor könnyebb becsalogatni. Mi nagyon sok olyan tananyagot fejlesztünk és dolgozunk diákokkal, ami személyes visszaemlékezések értelmezéséről szól, és általában ezek a kérdések, amiket ehhez felteszünk, azok gyakran úgy kezdődnek, hogy mit gondolsz, szerinted. Tehát nem fix válaszokat szeretnénk hallani, és nagyon gyakran azt halljuk vissza a gyerekektől, hogy végre valakit érdekel, hogy mit gondolok. Ami persze nagyon nehéz, mert ez minden szempontból szembe megy az oktatás irányával, ahol nem véletlen, hogy ez meglepi őket, mert nem nagyon kérdezik meg őket az iskolában, hogy mit gondolnak. De azt gondolom, hogy a gyerekek, a személyiségük beemelése, vagy a releváns áttevés, az fontos mindenképpen. Ez azért rátok is vonatkozik, ez a generációváltás kérdés, mert ugyan más műfajban dolgoztok, de ott is ugyanúgy gondolom változnak az attitűdök. Tehát például egy dokumentumfilm nyilván egy szinten specifikus, különösen mondjuk egy bizonyos
terület, felületen, az meghatározza a nézőközönséget valamilyen szinten. Igen, én ehhez nem értek, de nyilván úgy próbáltam elkészíteni, tehát hogy én ismerem a közönségünket. Egy érdekes aspektus ennek van, hogy én régen foglalkoztam ifjúsági témákkal, és készítettem egy ilyen szórakoztató videót, aminek az volt a címe, hogy Rap háború, ami a interneten acsarkodó rapperekről szólt, és nagyon-nagyon sok fiatal nézte meg, most sok millió megtekintés van rajta, és nagyon sokat zaklattak ezek a tinédzserek, fiatalok, hogy mikor jön ennek a második része. Végül odáig ment ez a zaklatás, hogy elkezdték lebénítani a levelező rendszerünket, meg a komment szekciónkat, ahol mindenhova beírták, hogy követeljük a Rap háború második részét, és szóltak a főnökeim, hogy valamit csináljak, mert nem tudunk dolgozni, mert özönlenek a levelek. És akkor mondtam, hogy jó, akkor tartsunk valami, írtam ezeknek a srácoknak, hogy egy online megbeszélést tartsunk, és akkor hát mondtam, hogy nem lesz Rap háború 2, ez évekkel korábban volt, már nem foglalkozom ifjúsági témákkal, de készítem ezt a filmet, ezt a gyilkosok emlékművét. És hogy én tudom, hogy ez nagyon távol van attól, hogy az interneten acsarkodó rapperek egy ilyen, hát hogy mondjam, bohózatától, de hogy érdemes lesz ezt is megnézni, és megpróbálom úgy elkészíteni, hogy ez akár még titeket is. És az a visszajelzés jött, szumma-szumárom, hogy ők is vevők voltak rá, nem is csesztettek tovább a Rap háború 2-vel, felfogták, hogy ez már nem lesz, és hát csak az volt nekem a tanulság, hogy bármilyen drámai történetet el lehet mesélni, az a kérdés, hogy meséled el, és hogyha jól el tudod mesélni, akkor ez tud rezonálni akár a tinédzsereknél is. Nekem egy saját élményem van arról, hogy ez hogy működik, ami engem nagyon meglepett, nevezetesen az, hogy a YouTube-on készített tartalmakat, ami mégis ugyanúgy egy film, de podcastként is lehet hallgatni, hogy ez mennyivel több emberhez jut el, mint bármi más, amit én csinálok. Ami egyrészt végtelenül szomorú, mert nyilván annak örülnék, ha mindenki tudományos folyóiratokat olvasna, és azért örülnék ennek, mert hogy azért mégiscsak egy szövegolvasása, még ha nem is egy tudományos szövegről van szó, hanem népszerűsítő történelemről, az sokkal több lehetőséget teremt az embernek arra, hogy a gondolatait jobbra-balra pontosan kifejtse. Ezzel szemben egy 15 perces YouTube videóban az a szövegmennyiség, amit el lehet mondani, az iszonyatosan kevés. Tehát, hogy a 15 perc alatt én annak a szövegnek körülbelül a 10-szeresét olvasom el, vagy 15-szörösét, mint ami ott elhangzik. Mégis az a helyzet, hogy a magyar társadalom legfurcsább szegmenseitől is kaptam visszajelzést az utóbbi időben, amióta csináltam YouTube videókat, hogy ők ezt látták. Tényleg olyan helyekről, ahonnan egyáltalán nem is számítottam volna rá, tehát a borász kollégáktól is például, ami szokatlan, hiszen a YouTube videók egy kivételével nem borászati témájúak voltak. Szóval ez mindenképp egy új. És a kérdés az, hogy ennek a generációnak a sérülékenysége is viszont ebből adódóan nem csekély, hiszen nyilván, ha én is tudok csinálni 15 perces YouTube videót, Budaházi György is tudna csinálni szerintem egy 15 perces YouTube videót, és a kettő egymás mellé állítva, hogy is mondjam, sokkal nehezebben lesz mérhető, hogy kinek van itt igaza, mint hogyha ezek szövegek lennének, akkor sokkal könnyebb dolgunk volna. A film, nem véletlenül Lenin a legfontosabb műfajnak nevezte, az egy életveszélyes műfaj, mert az érzelmekre nagyon nagy mértékben hat, és nem tudunk még se eltekinteni tőle. Tehát ez egy remek film, tudományosan teljes mértékben megalapozott, de van egy érzelmi hatás, ami óhatatlanul itt van. A szövegnél is lenne, nem mondom, hogy nincs, sőt ennél a témánál aztán végképp van, a Zoltán Gábor könyvének is van egy nagyon-nagyon erős érzelmi hatása, csak úgy ott mindig vissza tudunk térni arra az egy mondatra, a kettőre, a bekezdésre. Tehát más a szöveg, és más a film. És
Én szerintem az igazi kihívás, amire a megfejtést nem tudtam megtalálni a saját gyerekeimnél sem, hogy hogy érem el, hogy ők a film helyett a szövegekkel is többet foglalkozzanak. Csak annyit akartam mondani, hogy Rafai Ernő készít is egyébként rendszeresen videókat, és nagyon népszerűek a YouTube-on. Nekem meg az jutott közbe eszembe, hogy beszéljünk arról, hogy mi is kellene az én generációnak, és hát elnézést a korotok felemlegetésért, de itt ülünk, nem pont Z generációk. És általában ez szokott lenni, hogy egy teljesen más korosztály, vagy teljesen más megközelítéssel gondolkodó csoport gondolkodik arról, hogy vajon mi lenne jó egy egész más korosztálynak. És mi erre azt találtuk ki, vagy tehát nem csak erre, nem csak ezért, de mi nagyon sokat építünk a gyerekekre. Tehát bevonjuk a diákokat, nem csak kortárs vezetés módszerével dolgozunk, hanem van egy Junior Intern program nevű programunk, amiben a gyerekekkel együtt dolgozunk tananyagokon, és ők mondják meg, hogy mi érdekli őket. Nyilvánvalóan van tanári felügyelet, vagy iránymutatás, de eközben iszonyú sok skillre tesznek szert, mert információt értékelnek, meg sorba rendeznek, meg olvasnak hozzá, hogy ki tudják szűrni, de abból, amit találnak, abból ők mondják meg, vagy ők tesznek javaslatot, hogy például itt mi lesz az érdekes egy velük egykorú gyereknek. Ez nagyon érdekel, meg talán emlékeztek, pár éve volt egy olyan projekt, hogy Instagramon mutattak egy holokauszt áldozat kislánynak a sztoriát, és akkor hetente volt új Instagram sztori, egy nagyon bizarr projekt volt, és nagyon sok kritika érte, de szerintem az egyik első ilyen lakmuszteszt, hogy ez kinél és mennyire megy át. A másik, amit akartam kérdezni, és ezt is mindannyiaktól, hogy egy film, egy kutatás, egy iskolai foglalkozás Magyarországon mennyire tud elérni egy olyan célt, hogy a befogadó az ne csak a konkrét helyzetet tudja azt alkalmazni, magyarul, hogy itt ez a jó dokumentumfilm egy dologra, ami történt egy bizonyos kerületben, hanem tudja alkalmazni általánosságban, hogy vannak más kisebbségek Magyarországon, most is van transzfóbia, homofóbia, rasszizmus, idegengyűlölet, és hogy ezeket a gondolatokat, amit megformazódnak egy jó sikerült iskolai foglalkozás, egy film vagy egy könyv olvasása után alkalmazni általánosan. Van erről bármiféle tapasztalatok, hogy hogyan fordítható át ez egy ilyen nyilvántalan egy kicsit messzire vezet ez, de hogy mennyire tudják ezt általánosan alkalmazni? Hát a holokauszról való oktatás az így nem a bölcsek köve. Tehát, hogy nagyon gyakran azt hiszik, vagy gondolják, hogy majd tanítunk a holokauszról, és akkor a gyerekek utána kijönnek frissen mosva, előítéletmentesen szárítva, és ilyesmit. Nem így van. Tehát nem a holokauszról való oktatással nem adjuk be nekik az előítéletmentesség, vagy csökkentés tablettát. És azt gondolom, hogy minden témára külön kell fókuszálni, külön kell beemelni az emberi jogokról való oktatást. Nem véletlenül, mert a Nemzetközi Holokauszt Emlékezett Szövetség készített egy ajánlást arról, hogy hogyan érdemes a holokausztról tanítani. És most folyik egy másik fejlesztés, ami kifejezetten arról szól, hogy a roma népírtásról hogyan kell tanítani, tehát vagy hogyan ajánlják, hogy tanítsunk. Tehát nem lehet arra számítani, hogy ezek maguktól majd így átszivárognak erre az összetett gondolkodásra, mert én nem építenék, és nem is tapasztalom, hogy ez működik. Én nekem az jut eszembe ennek kapcsán, hogy azért más módon működik ez különböző országokban, tehát például azokban az országokban, mint Magyarországon, ahol volt egy kommunista diktatúra is, bizonyos szempontból sokkal könnyebb, más szempontból meg nehezebb ezzel foglalkozni, de ugye az alapvető kihívása szerintem egy ilyen holokauszt oktatásnak az, hogy ne a ti meg a mi áldozataink kategóriája legyen, hogy nektek van holokauszt nap, nekünk van meg, mit tudom én, gulágnap. Hanem azt kell elérni, hogy azt értsék meg a diákok,
hogy mind a kettő rájuk is vonatkozhat. És ilyen szempontból viszont sokszor produktív lehet a kommunista diktatúrának a működését megismertetni, illetve van ugye vicc is erről, hogy a kommunizmus azon a zsidó törvények mindenkire vonatkoznak, és ez bármennyire is vicces, valójában nem vicces. Egyáltalán, hanem igaz. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a kambodzsai Vörös Kmer hogyan kezelte a saját állampolgárait, vagy akár a sztálini Szovjetunió, hát hogy is mondjam, a viccnek a relevanciája, hogy ez mire is akar utalni, az adott. És a legfontosabb feladata az emlékezett politikának, legalábbis nekem, valahol egy társadalmi kohéziónak, egy közös történetnek az elbeszélése volna, és a közös történet az attól lesz ugye közös, hogy mindenki megtalálja magát, saját magát benne. És az feltétlenül egy nehezebb feladat volna, hogy azt mondjam, hogy ettől a filmtől valaki a homofóbia kapcsán is érzékenyítve lesz, mert azt gondolom, hogy az a tragédia, ami homofóbia kapcsán Magyarországon történhet, vagy történik eddig, az azért nincs nagyon arányban azzal, mint amiről a film szól. Tehát, hogy itt két teljesen más nagyságrendről, meg egy teljesen más szintű társadalmi problémáról van szó. Ezzel szemben az a tragédia, ami mondjuk a 20. században úgy történt 45 után, az valamilyen szinten ezzel összevethető, és nem azért, mert a halálos áldozatok száma az hasonló, hanem azért, mert nem hasonló. Tehát sokkal kisebb, sokkal kevesebb halottja van a kommunista tömeggyilkosságoknak konkrétan Magyarországon, de a társadalmi trauma, ami ezzel kapcsolatosan, az viszont hasonló, meg az elhallgatás, a hazudni kényszer, az is nagyon hasonló. És szerintem ez talán a legfontosabb, hogy ezt a két dolgot mindig ne hagyjuk kijátszani egymással szemben. És mondjuk Nyugat-Németországban ez elég nehéz, vagy Franciaországban, mert ott ugye ez a kommunista tapasztalat nincs. Helyette van persze egy csomó minden más. Én ehhez nagyon nem tudok hozzászólni, mert nem értek hozzá, és nincs is sok gondolatom vele kapcsolatban, de azért egy eszembe jutott, nyilván én inkább közélettel foglalkozom, és nem nagyon tudom, hogy az oktatásban milyen tapasztalat, bár egyébként tanítgatok is, de az is inkább az újságírással kapcsolatos. Szóval, hogy én azért azt látom, hogy az oktatásnál van egy sokkal dominánsabb szereplő azzal kapcsolatban Magyarországon, hogy kikkel legyünk toleránsak, és kiket utáljunk. És jelenleg az elmúlt évtizedben, vagy még azelőtt is ebben az államnak szerintem sokkal dominánsabb szerepe van. Nem is, és a, hogy mondjam, az állam által kontrollált nyilvánosságnak. Tehát ez lehet látni, hogy ennél a videónál sokkal erősebb Rogán Antalnak a, hogy mondjam, a szerepe abban, hogy a melegekhez, az ukránokhoz, ha éppen zéró tolerancia van az antiszemitizmussal kapcsolatban, akkor azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a magyar társadalom többsége, vagy aktív többsége, vagy gondolkodó többsége. Tehát én nem lennék olyan... El lehet kezdeni gondolkodni, hogy ez a film, ez mennyire érzékenyít, de hát, hogy mondjam, egy olyan gépezettel állunk szemben, ami sokkal dominánsabb és sokkal jobban leuralja a teljes nyilvánosságot. Ezért én nem is gondolkozom azon, hogy tud-e ez még azon is tovább lépni. Örülök, hogyha pár ember egyáltalán felfogja, hogy a magyar embereknek, a magyar államnak, a magyar közösségnek szerepe volt abban, hogy a saját állampolgáraikat egyszerűen megsemmisítették, kirabolták, rabszolgává tették. Tehát, hogy nem tudom, hogy érthető. Abszolút értem, de egyébként nem... Bocsánat, csak egy gondolat, hogy innen viszont egy lépés csak, hogy, és itt jön be az oktatás, hogy megértsék a gyerekek, hogy szerepük van abban, hogy mi történik körülöttük. Tehát innen össze lehet kötni az oktatással, és akkor már ez a film egész másképp nézhető, vagy értelmezhető. Igen, pont erről akartam nem vitatkozni veletek, de ezt egy kicsit akarok teket ebbe az irányba még, nem is tudom, milyen jó szó, nem provokálni, de hogy ezt még szeretném egy picit ütni ezt a vasat, hogy azért én nyilván
nekem is a nagyszüleim, mindegyik nagyszüleim holokausztú élő, de mégiscsak egy emberjogi szervezetnél dolgozom, és a kettő között nyilván van valami összefüggés, ami például az, hogyha történik egy népirtás, az, hogy hogyan beszélünk, meg hogyan aktualizálunk egy filmet, vagy egy oktatási anyagot, vagy egy könyvet, annak azért része kell, hogy legyen, hogy mi történhet. És lehet, hogy jelenleg a társadalmi probléma, ami a más kisebbségeket érint, nem olyan, mint a népirtás volt a 40-es években, de hogyha szeretnénk, hogy ez ne is történjen meg, akkor azt egy adott pillanatban el kell kezdeni. És én megértem, András, amikor azt mondod, hogy ez nem lehet a felelősség egy holokausztról oktató tanárnak feltétlenül, és ez nem is fair rátenni ezt a nagyon nehéz terhet, de hogy mégis azt gondolom, hogy hogy nyilván nincs esély az állami gépezettel, és nyilván nem érhetők össze ezek a tendenciák azzal, ami ma zajlik Magyarországon, de hogy mégiscsak ez nem népirtással kezdődött, ez közhely, de tudjuk, hogy nem a népirtással kezdődött a holokauszt, legalábbis ez szerintem triviális ezekben a körökben, de hogy gyűlöletre, ahogy te is nagyjából ezekhez, hogy igény az éppenséggel van. Lehet, hogy ez nem manifestálódik tömeggyilkosságban, de nem, ez nem egy olyan dolog, ami kizárt, hogy egyszer csak megtörténjen. Nyilván kis lépésekben, de hogy nem tudjuk, hogy ki lesz a követ. Azt is látjuk, hogy nagyon tudatosan van Magyarországon az ellenségkép formálva, nagyon erőteljesen ért, és nagyon látványosak a stratégiák, hogy éppen ki az ellenség, és hogy ott az hol áll meg, az a lavina, azt nem tudjuk. Tehát ezért is dobnám vissza ezt a labdát, hogy biztos, hogy megáll itt a mi felelősségünk, hogy nem, biztos, hogy nem. Én nem is ezt mondtam, én csak azt mondtam, hogy tévedés azt gondolni, hogyha így tanítunk akár ezzel a filmmel, akár más dologgal a holokausztról, akkor azt automatikusan adaptálni tudják akár a diákok is. És akkor itt nem tudom megkerülni a tanárok szerepét, tehát hogy itt a legfontosabb szereplők a tanárok. És őket kell felvértezni azzal a tudással, készséggel, módszerekkel, amivel ezt a kapcsolatot meg tudják teremteni. Tehát ők egyrészt lássák meg, hogy meg lehet teremteni ezt a kapcsolatot, és meg kell, és aztán képesek legyenek rá. És hát most nem mennék bele az oktatás meg a tanárok helyzetébe, de ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. De azért mi bizakodunk, tehát hogy nagyon-nagyon tehetséges és szuper tanárokkal dolgozunk együtt, de iszonyatos nyomás alatt vannak. De van olyan gyakorlat, ahol ez explicite előkerül, hogy itt a holokauszt egy esettanulmány, és nézzük, hogy akkor ez most milyennek persze, relevancia. Persze. Egyébként a politika azért nagyon hamar el tudja juttatni a gyűlöletet a gyilkosságokig. Szóval ezt azért nem olyan rég láttuk Magyarországon, amikor éppen az volt a aktuális narratíva, hogy cigányok és nem cigányok nem tudnak Magyarországon együtt élni. Pár év alatt eljutottunk odáig, hogy elkezdték a falu végén az ártatlan cigányokat ölni. Ez csak arra utalva, hogy amit mondtál, hogy persze ez nem összemérhető, gyorsan eljutunk odáig, hogy összemérhető. Én azt mondom, hogy összemérhető, bocs, hogy nem volt világos. Én pont azt mondom, hogy szerintem nagyon is összemérhető. Igen. Szerintem egyik következik a másikból. Jó, de az összemérhetőség, az pont azért fontos, mert a különbségeket is látni engedi. Itt ez a 44-es történet azért olyan szívbefacsaróan borzalmas, mert hogy egy nagyváros kulisszái között több százezer ember szeme láttára a korabeli közhatalom passzív nézelődése közepette néhány ezer ilyen nyilas pártszolgálatos azt csinált, amit akart, és néhány száz pedig olyan szinten követette a rémségeket, vagy lehet, hogy több, de szerintem néhány százra becsülhető, ami épésszel felfoghatatlan, és mindez viszont mégiscsak nyilvános, félig nyilvános térben zajlott. A romagyilkosságok azok nem félig nyilvános térben zajlottak, hanem legteljesebb titokban egy konspiráltan szervezett módon, és egy meglehetősen szűk kör vett benne részt, és nem jelent meg, tehát mind a mai napig szerencsére legfeljebb ilyen Facebook komment szinten jelennek meg nyíltan rasszista gyűlölködő szövegek. A napi sajtóban azért az nem jellemző, hogy valamilyen
etnikai csoportot direkten állatnak, vagy meggyilkolandónak neveznének, vagy én hozzám annyira nem jutott ez el. Ennél legalábbis szofisztikáltabb a magyarországi gyűlöletkeltés, ezt nem engedheti meg magának azért a nyomtatott első fősorratú média. És, de egyébként teljesen jogos, igen. Tehát azok az emberek, akik ezeket a gyilkosságokat elkövették, azok valamint szocializálódtak. És ez nagyon érdemes lenne vizsgálni, hogy mégis mi az ördög volt, ami arra vitte őket, hogy ez bármit is megold, hogy ők mondjuk adott esetben 20-szor ennyi embert lelőnek. Akkor mi oldódott volna meg? Tehát egyébként úgy épésszel, én nem is értem, de hát... Nem sokára ki fogom nyitni ezt a beszélgetést, még annyit szeretnék kérdezni, hogy kicsit visszatérve arra, hogy Magyarországon ilyen tendenciák vannak, hogy amikor antiszemitizmusról beszélünk, vagy rasszizmusról beszélünk, vagy más típusú kirekesztésről beszélünk, hogy ti egyébként láttok működő jó gyakorlatokat is, azt nyilván a sajátokon kívül. Tehát, hogy vannak olyan mechanizmusok Magyarországon, amik ennek a kompetencia nélküli, erős állami akarattal rendelkező, nehéz tanár, vagy nagyon megviselt tanári kart produkáló rendszerben működhet? Csak hogy valami optimista mondat elhangozom, az a lényeg igazából, hogy láttok-e olyan dolgokat, amik nem visszafelé mennek, hanem előre. Pesszimistával kezdem, hogy hát otthon meg szokták tőlem kérdezni, hogy akkor hány tanárt is képeztetek ki? És akkor mondok egy szerintem elég nagy számot, és akkor azt mondja, aha, hát akkor még 2000 évig kéne élni, hogy úgy rendben legyen ez a pesszimista olvasat. Az optimista olvasat az, amikor találkozunk a tanárokkal, és amikor visszahalljuk azt, hogy ők miket csinálnak a gyerekekkel, akkor amikor a gyerekek, akik részt vesznek programjainkban, felállnak az iskolában, és kiállnak az éppen aktuális helyi gyűlölet mellett, és biztos vagyok benne, hogy ez a kevesebb, vagy az országos volumene ehhez képest ez sokkal kisebb. Hát ezt tudjuk. Tehát, hogy igenis, és azt is gondolom még nagyon fontos, hogy szerintem, amit mi csinálunk, ugye mi egy civil szervezet vagyunk, az ugye nem a mi dolgunk lenne persze, hanem ez egy állami feladat, az iskolának lenne a dolga. Szerintem nem megoldás az, hogy civil szervezetekben mennek és tartanak egy órát, és semmiképpen nem megoldás a tanárok felé sem, mert a tanárok nagyon gyakran ezt megoldásként tekintik, nekik nincs vele dolguk, van dolguk vele, tehát nekünk a tanárokat kell képessé tenni arra, hogy ezt a témát tudják tanítani, és erre azért vannak nagyon biztató tapasztalataink. Én továbbra is a közéletnél maradok, mert hogy ezzel foglalkozom. Én azon szoktam gondolkodni, hogy az, hogy jelenleg nagyon sokszor elmondja az állam képviselő, nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy zéró tolerancia van az antiszemitizmussal kapcsolatban, ez hogy hat a magyar közönségre. És nem tudom, nem jutok a végére. Azt gondolom, hogy talán hat pozitívan, hiszen a legradikálisabb párt is, aminek a kvázi hivatalos újságjában azért még a zsidó bűnözés rovat és a cigány bűnözés rovat ott van, tehát ez a mi hazánkról beszélek, még ők sem azt hangsúlyozzák folyamatosan, amit mondjuk 15 évvel ezelőtt a hasonló radikális pártok, hogy a legnagyobb probléma izraeliták és zsidók jelenléte Európában és Magyarországon. Tehát lehet, hogy ez valahogy hat, csak közben azért néha ki is lóg a lóláb ebből az egészből, amikor Takaró Mihály készíti el a tantervet a diákoknak, aki egy közismert antiszemita is, amikor tanít, akkor egyébként ezeket hirdeti is, ezeket a tanait, mint például, hogy a Nyugat egy ócska kis zsidó lapocska volt, és ezt tanítja jelenleg is egy egyetemi körülmények között, vagy amikor Rafa Jenőt kitüntetik, vagy amikor Siklósi Beatrixet kitüntetik, vagy amikor... Tehát, hogy közben akkor az olyan, mintha úgy
a pult alól lehetne egy kicsit antiszemitáskodni, és ez lehet, hogy így már nem olyan egyértelmű, de azt pozitív példán, vagy pozitív dolognak gondolom, amikor azt mondja a Gulyás Gergely, hogy zéró tolerancia van. Csak nem mindig látom, hogy valóban lenne zéró tolerancia, de szerintem ez hatott a magyar társadalomra. De hát, de nem értek hozzá azért. Ez egy nehéz ügy, mert hogy nyilvánvalóan nem lehet zéró tolerancia, hogyha minden községben van Vas Albert utca, és az állami emlékezet politika is tanterv is olyan, amilyen. De ugye mi az ennek az egész történetnek a célja? Az, hogy ugyanez még egyszer ne ismétlődhessen meg, ez egy viszonylag vérszegény állítás volna, hiszen nem ez a legnagyobb reális politikai probléma, hogy Magyarországon a zsidónak vélt személyeket ismét levigyék a Dunapartra, és ott meggyilkolják. Tehát ennél valamivel többet kellene nyújtani, amikor ezzel foglalkozunk, és ami egy nagyon nagy és váratlan csavar ebbe a történetbe, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt senki se gondolta volna, hogy a radikális iszlám miatt, nem Magyarországon ugyan, de előbb-utóbb közvetve még itt is, felmerülnek ezzel kapcsolatos kérdések, illetve válaszok, tehát hogy hol és meddig tart egy társadalomban a tolerancia, mi az, amit már nem kell tolerálni, mi az, amit nem kell elfogadni, és azért nem kell tolerálni, és azért nem kell elfogadni, mert ezt egyszer valaki azzal tolerálta és elfogadta, az lett a vége, ami 44 decemberében itt a Maros utcában. Mert hogy annak is egy története van, a Tisza Eszlártól, meg nem tudom honnantól, hogy emberek elkezdték tolerálni azt a típusú beszédmódot. Na most, amit a radikális iszlám tesz, az nem kell ezt itt bizonygatnom ebben a körben, az azért számos ponton érintkezik ezzel a történettel. Magyarországon szerencsére ez nem egy politikai probléma, mert nincsenek képviselői a radikális iszlámnak. De maga a probléma ettől még azért adott. És a mindennapok szintjén is nagyon könnyen értelmezhetővé teszi egyébként azt, ami elvileg egy történelemkönyv lapjaira való. És ilyen szempontból egyébként a közoktatásban is jól használható volna. Csak kérdés, hogy ez például tőlünk nyugatra hogyan valósul meg, ahol az Anna Frank iskolát felfedező iskolává keresztelik át, úgymond a tolerancia jegyében, ami szerintem egészen hajmeresztő. Jó, akkor esetleg van, nekem még rengeteg kérdésem van, de mindig, hogy van esetleg a közönség részéről kérdés? Igen. Nem kérdés. Nagyon-nagyon tetszett a film. Én Ogyolt Károly vagyok, és nagyon tetszett a film, már többször megnéztem, még mikor a 444-en ott volt, és én napokig rosszul voltam tőle, tehát nem nagyon-nagyon szörnyűnek tartom, és annak örültem volna, hogyha ez az emlékműt eltávolítanák. Ebben a formában nincs helye, szerintem. És tehetetlenül ott álltam, és elmentem az emlékműhöz, és azt gondoltam, hogy valamit teszek, hogy mit tudom én, kifestem, vagy arra gondoltam, hogy banánt teszek a turulmadár szájába. És megkérdeztem az ismerőseimet, hogy mit szólnak ehhez, és egyébként kamerával figyelik, be van kamerázva. És akkor mondták az ismerőseim, hogy ne tegyem, mert tele vagyunk nácikkal, és hogy azt is elterveltem, hogy áruhát öltök, és akkor kucsmába, ilyen kapuszínba fogom föltenni, és akkor majd a villamoson átöltözök. Rémálom, nem tettem meg. Azért tetszik a film, mert hogy azt a hibát nem követi el, amit nagyon sok holokauszt téma elkövet, hogy nem általános emberivé teszi a problémát. Tehát ezt gondolom, hogy ez általános emberivé teszi. Tehát én Hannah Arendtet, hogyha olvasok, akkor ő mondja azt, hogy nagyon fontos, hogy ez egy általános
dolog, nem a zsidóság, vagy nem a nem tudom én kinek a kérdés, és hogyha azt gondolom, hogy ez nagy hiba, hogy egy-egy népcsoporthoz tesszük oda, ez nem akarok ebbe még belemenni, illetve hát még azon gondolkodtam, hogy az új, a valótlanul videó, és e között van-e hasonlóság, és azt gondolom, hogy van. Mégpedig az, hogy egy-egy embertárgy, eltárgyasítjuk, nem tiszteljük az emberi méltóságát. Úgyhogy az is nagyon tetszik. Köszönjük, ott is van egy kérdés. Általánosan teszik ezt a problémát, viszont minthogyha elhangzott volna az, hogy tehát az a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt úgy oktatni, hogy mindenki megtalálja magát benne, de ne próbáljuk meg állandóan összehasonlítgatni őket, hogy most itt ennyien haltak, meg itt ez ennyien haltak, meg most ez nektek fontos, nekünk nem annyira, mert tudjuk sajnos azt, hogy az emberek sokszor máshogy reagálnak más-más krízisekre. Például láthatjuk azt, hogy például Myanmar ugye az eltűnt teljesen a magyar közvéleményből, mert olyan messze van, és semmi kapcsolódásunk nincsen hozzá, holott egy ember, tehát egy népirtás folyik jelenleg, vagy akár a Ravindzsáknak az ügye volt, hogy azt hiszem, ugye itik. Tehát hogyan lehet általánossá tenni ezt, és hogyan lehet az emlékezett kultúrát, tudom, hogy nehéz beemelni más nemzetek emlékezett politikáját a miénkbe, de hogy mennyire lehet hozzányúlni ahhoz, hogy akkor hozzuk be, beszéljünk másik, teljesen más kontinensek tragédiájáról, ruandai népirtásról, ilyesmikről, és megpróbáljuk megérteni, hogy ez egy univerzális emberi probléma. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerül egyébként oktatás közben. Van-e egyáltalán erre idő, meg lehetőség? Igen, mielőtt átadom a szót, én csak annyit akarok erről mondani, hogy a zsidó közösségen belül, aminek én eléggé aktív tagja vagyok, is van egy ellenállás ebben a témában. A saját nagyszüleim, akik holokausztszülők, még közöttük is volt egy ellenállás, mi úgy hívtuk ezt, hogy don't touch my holocaust, ezt a jelenséget, hogy ne nyúlj a holokausztomhoz, hogy vagy volt egy ilyen érzés, hogy annyira különösen az első generációsnak, a túlélőknek volt egy olyan ellenállás, hogy ezt általánosítjuk ezt a helyzetet, hogy ezt nagyon nehéz volt áttörni. És szerintem a mai napig az a kevés holokausztszülő, akik még közöttünk él, nagyon sokan ez a mai napig gondot okoz. Nyilván van egy-két kiemelt alak, aki szegény, aki nemrég hunyt el, a Faid Éva, aki nagyon az ellentétjét mondta, aki pont azt mondta, hogy ezt minél inkább tegyük egy általános emberjogi kérdéssé, de hogy a közösségen belül se voltam ez mindig egyértelmű. Szerintem a másik harmadik generáció már hajlékonyabb, meg rugalmasabb ebben a témában, de hogy a közösségen belül se volt mindig egyértelmű az, hogy ezt mennyire engedhetjük ki a kezünkből ezt a traumát. Egyrészt most nem tudok egy ilyen kurzust tartani, több hetes kurzust lehetne tartani, hogy hogyan lehet. Először is tudni kell, hogy mit akarunk. Tehát, hogy szeretnénk beemelni más traumákat, szenvedéstörténeteket, népirtásokat, ahogy nevezzük. Még picit vitatkoznék veled, én nagyon sokat dolgozom videóinterjúkkal, a Soha Alapítvány 50 sok ezer interjújából, néhány ezer magyarral és a csomó más angol nyelvűvel is, és nagyon sok túlélő, az interjúk végén van egy ilyen standard kérdés, hogy mit üzen, vagy mit szeretne még elmondani, van-e valami üzenete, miért adott interjút, és nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy azért, mert újra történnek népirtások, vagy népirtáshoz hasonló dolgok, és ez valahogy, hogy van befogadás, egyébként igazad van, hogy van ellenállás is a zsidó közösségem belül is. De hát ezt nagyon-nagyon tudatosan kell ezeket beemelni, be lehet emelni, ez nem csak a történelem, ez egy másik nagyon fontos szempont, nem csak a történelem oktatásba lehet beemelni. Tehát mi a tanárképzésünkben mindenféle tanárt fölveszünk, sokszor vannak reál tárgyakat tanított tanárok is, mert azok is osztályfőnökök. Aki gyereket lát, annak ezzel a témával dolga van.
És hogyha azt nézzük, hogy akkor be lehet emelni az etikát, és persze olyan a tanterv, amilyen, de mindig lehet találni, mi mindig összekötjük a tantervet, mert egy olyan tákolmány, hogy olyan rosszul csinálták meg, hogy lehet benne találni kapcsolódásokat. Úgyhogy egy kreatív tanár ezt meg tudja találni. Nekem egy dolog jut ennek kapcsán eszembe, ami lehet, hogy kicsit csalódást kelt, hogy ugye ez a film azért volt nagyon erős többek között, mert hogy konkrétan olyan helyszíneket mutat be, ahol a magyar lakosság jelentős része bármikor elmegy, sőt lehet, hogy olyan lakásban is lakik, legalábbis ez a kérdés sokakban felmerült valószínűleg azóta is. Magyarán egy nem univerzális, hanem egy mikrotörténeti, legszűkebb fókuszú történet volt, amit arra volt képes, hogy a társadalom egy részét legalább kataktikus módon szembesítse. Törekedni kell nyilván arra, hogy univerzális élményeket nyújtsunk, illetve hogy univerzális jelentősége legyen annak, amit oktatunk, de valójában a történetírás mindig nemzeti, és mindig az is lesz, és az is marad, addig, amíg a nyelv is nemzeti. Ennek a kis közösségnek, ennek a nyelvi közösségnek a sorsa az egész egyszerűen sokkal, de sokkal fontosabb és alapvetőbb lesz, mint egy másiké, akivel adott esetben nem is szomszédos. Tehát én még csak azt se tenném meg, hogy azt, mint célt megfogalmaznám, hogy ugyanazon a szinten foglalkozunk minden egyes vagy más ilyen történelmi traumákkal. Pont az a probléma egyébként a holokauszt kapcsán, hogy ahol a legtöbbet foglalkoznak vele, ott van a legkevesebb közük hozzá az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ez egy politikai eszközé is vált, ami teljesen egészségtelen, míg azokon a helyeken, ahol a leginkább sok köze volt hozzá, például Magyarországon, pártállami időszakban nem nagyon lehetett foglalkozni vele, Lengyelországban szintén nem nagyon lehetett foglalkozni vele, és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogy egy oktatás és egyáltalán a közpolitikai emlékezet is elsősorban mégiscsak arról szóljon, ami itt történt, és nem ami másutt. Ehhez kapcsolódva csak jegyezném meg, hogy visszatérnék ahhoz, hogy amit mondtam már korábban, hogy nagyon fontos, hogy relevánsá tegyük a, hogy lesz releváns, lehet releváns a probléma, lehet releváns a helyszín. Tehát mi sok olyan helytörténeti sétát, vagy helytörténeti programot csinálunk vidéken is, de egyébként ehhez a filmhez is készítettünk egy olyan sétát, amiben a filmből vannak részletek, túlélő interjúk vannak, és a Városmajorból indul a Turulnál, fejeződik be egy mobil applikációba, tehát digitális, és szóval mindenféle, de van benne tartalom is, úgyhogy elég jó. De alapvetően ezek a helytörténeti séták, amiket csinálunk, azok nem ilyenek, ez egy kivétel. Különösen olyan településeken, ahol ugye nem létezik, nincs már zsidóság, ezek segítségével be tudjuk emelni a helyi narratívába a zsidóságot. Csak segítenek neki. Tehát be tudjuk emelni a helyi narratívába a zsidóság történelmét, és nem csak áldozatként lehet megmutatni a zsidókat. Hogy olyan helyszíneket kötünk össze a helyszínen zajló történetekkel, amik mondjuk egy iskolát, ahova az a gyerek, aki ott Békés Csabán végigmegy egy ilyen helytörténeti sétán, ez a gyerek ez oda jár mondjuk, vagy az anyukája oda jár. Tehát valamilyen módon kapcsolódik hozzá. És ezek azok a snackable pillanatok, azok a kis behúzó pillanatok, amitől relevánssá válnak a történetek. Bocsánat, hogy még magamnál tartom egy percig a szót, tehát hogy pont Békés Csabán megkérdeztem egy ilyen helytörténeti séta fejlesztésében dolgozott néhány gimnazist, és megkérdeztem, amikor készen lettek, megkérdeztem az egyik kislányt, hogy így mit szólnak hozzá a többiek, hogy hát így nem focizni mész, meg nem pingpongozni, meg bulizni, hanem ezzel így sétát fejlesztesz, és akkor így rám nézett, és teljesen nem is értette. Azt mondja, hogy miről beszélünk?
Hát Békés Csaba nyilván, tehát ez a történet is Békés Csaba. És akkor már ugye visszatérek ahhoz, hogy az a történet, az már közös történet lesz. Közben nézek a szerzőket, nem erült a telefonom szerencsére, hogy van még időnk? Jó, akkor nagyszerű, akkor... Én is láttam a filmet már korábban. Engem nagyon érint személyesen is. A szüleim a háború alatt itt éltek. Én egész életemben itt éltem pár száz méterrel, lakom most is oda. Apám megkapta a világigaza kitüntetést, mert ezt a Nagyenyed utca, Déli Pályaudvar, Maros utca naponta keresztezte, és körülbelül 1000-1200 zsidót mentettek meg hamis papírokkal a szüleim. Anyám zsidó volt, apám megkapta a világigaza kitüntetést, és egy komoly konfliktusom van azóta is Pokorni Zoltánnal, mert feltettem neki a kérdést a legutóbbi közmeghallgatáson közel egy éve, nem kaptam választ, hogy az ő szülei, nagyszülei azok voltak, amik, és az én szüleim mindig az ellenkező oldalon álltak, mert a kommunizmusban is az másik oldalon álltak, míg az ő apja tudvalevőleg alkalmazott volt a belügyminisztérium bizonyos osztályán. Nem kaptam tőle választ, és azóta se látom azt, hogy itt ezen a felvételen, ott a Maros utcába készült, és ott voltam, amikor az első kinyilatkoztatása volt a tanácsülésen, tehát nyomon követtem végig az eseményeket, de azóta nem látom, hogy a legkisebb mértékben is megbánta volna az egészet. Hozzá kell tegyem, hogy a Turulmadártól két villamos megálló valódébb, az Aportilmos télen két héttel korábban felállítottak egy másik emlékművet, amin azok az embereknek a személye neve szerepel, akik a második világháború alatt másokat mentettek. Ezen az én szüleim rajta vannak. Azóta is egy teljesen elhanyagolt harmadosztályú emlékmű ez. Ezt is megemlítettem neki, hogy míg a Turulmadár ki van világítva, kamerákkal le van védve, korábban jött belőle, csobogott a víz, szóval mindent megtettek azért, hogy egy szép emléket állítsanak neki. Ez az egyik dolog, amit mondani akartam, és a másik pedig az, hogy nem kéne elkezdenünk idejekorán olyasmivel foglalkozni, hogy most be akar hozni pártunk és kormányunk 500 000 Fülöp-szigeti, vagy nem tudom milyen vendégmunkást. És ezeket már most kvázi olyan rabszolgának tekintjük, akik majd ilyen zárt blokkokban fognak lakni, onnan elviszik őket a munkahelyükre, nem is látjuk őket, tehát mint hogyha valami büntető intézménybe jönnének ide Magyarországra, őnekik emberi igényeik nincsenek és nem is lehetnek, nem mehetnek ki a hétköznapokba, ők nem akarhatják megismerni Budapestet, most csak ilyen közhelyeket mondok, de hogyha így kezeljük már most őket, akkor ebből nagyon nagy baj lesz, én attól félek. És ilyen hasonlók vannak. Én mindig azt szoktam kérdezni, én egy liberális embernek tartom magam, de nekem sajnos soha nem volt cigány barátom. És azt kell mondjam, hogy nincs olyan barátom, akinek lett volna cigány barátja. És ameddig ez így van, addig akkor még nagyon sok mindent csinálni valónk van. Köszönöm. Egy dolgot fűznék hozzá, hogy Pokorni Zoltán tragédiája az komplikált, és megérne mindenféle egyéb kutatást és feldolgozást, de én nagyon másnak látom egyébként az édesapja történetét, mint a nagyapja történetét. Én a nagyapját sokkal inkább tartom egy elkövetőnek, az édesapját meg sokkal inkább tartom áldozatnak, ami jól mutatja, hogy ezekben a diktatúrákban is, amit a Krisztián mondott, néha ezek a dolgok, hogy ki áldozat és ki elkövető, ez összekeveredik. Bizonyos szempontból a nagy apja is, amikor a gerincen lőtték, akkor áldozat volt, és lehet, hogy éppen
honvédelem közepette érte a halálos lövés, és előtte pár nappal meg még elkövető volt. De ez egy nagyon súlyos történet a Pokorni Zoltán édesapjáé, és nem ennyire egyszerű, mint a Pokorni József története, bár ezt talán Krisztián jobban is veri. Más kérdés közben felmerült? Igen, ott hátul. Köszönöm szépen, én csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni, hogy létezik-e államilag ösztönzött bármilyen pozitív példa, vagy államtól származó, vagy államhoz eredeztethető bármilyen pozitív példa, akár az emlékezetpolitikával kapcsolatban, vagy a holokauszt oktatással kapcsolatban. A holokauszt emléknap bevezetése talán, hogyha... mert ez egy csatorna, ez egy ablak mindenképpen ahhoz, hogy foglalkozzanak a témával az iskolák. Én a Zoltán Gábornak olvastam valamilyen tanulmányát akkoriban, amikor készültem erre a filmre, és akkor azzal foglalkozott, hogy milyen emlékművet lehet egyáltalán állítani úgy általában az áldozatoknak. És például Németország hogy próbált emlékműveket állítani, mert hogy hát az ő helyzetük hasonlóan komplikált, amikor emlékművet kell állítani a II. Világháborúval kapcsolatban, és a Zoltán Gábor elég jó példákat írt le, hogy lehet ezt úgy is megoldani, hogy ne újabb gyűlöletet gerjesszünk, ne újra egymásnak ugorjanak az emberek, hanem hogyha oda mennek, akkor tényleg az jusson eszükbe, hogy azokra emlékezzenek, akik a gyűlölet meg a kegyetlenség áldozatai lettek. Ez azt hiszem, az az érdekes, hogy miközben az áldozatokra emlékezik, próbál emlékezni, vagy azt mondja magára a Turul-szobor, vagy akik állították, hogy az áldozatokra emlékezik, azt hiszem, hogy ez egy ilyen trollkodás volt valójában. Pont az volt a cél, hogy egymásnak ugrasszanak minket. Tehát, hogy van jó példa, mert Németországban, amikor állítottak II. Világháborús emlékművet, nem estek egymásnak az emberek, hogyha jól olvastam Zoltán Gábor tanulmányában. Most más példa nem üteszem. Én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy vannak nagyon jól működő civil szervezetek, akik ezen a területen tevékenykednek, csak hogy az Andrea mondta, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki mást mondta, hogy ez nem feltétlenül egy civil szervezetnek lenne a feladata, hogy ezek a feladatokat ellássák, de vannak jó gyakorlatok, van módszertan, vannak elérhető, hozzáférhető módszertanyagok, amik tényleg azt gondolom, hogy legjobb gyakorlatnak minősülnek, csak ez mögött nincsen semmiféle állami hátszél. Már tudatosan több olyan civil szervezetet is ismerek, akik inkább azt mondják, hogy köszönik, nem kérik. Tehát még ha esetleg lenne hátszél, ebben a felállásban nem feltétlenül szeretnék. Ami lehet nyilván ellene is meg mellette érvelni, de a másik, amit ezzel kapcsolatban akarom mondani, amit az Andrea mondott, a holokauszt emléknap, tehát azt mondom, hogy érdekes esettanulmány, hogy szerintem nagyon sok iskola vagy tanárnak pontán a holokauszt emléknap ad egy lehetőséget arra, hogy ilyen trójai falóként behozzon holokausztot, emberjogokat, kisebbségvédelmet, identitást, meg egy csomó olyan témát, amire egyébként nincs lehetősége, csak megint az jön be, amivel kezdett, hogy ez nem biztos, hogy mindent erre a holokauszt tanárnak vagy oktatónak a felelősségévé kellene tenni, mert ez talán nem fair egy embertől, vagy egy foglalkozástól, vagy egy civil szervezettől elvárni. De az biztos, és azt a mi is a kutatásunkban hallottuk, hogy legalább az, hogy van egy emléknap, és hogy van valami minimális keret arra a tanterven belül is, hogy ezzel foglalkozni lehessen, az már talán a semminél több, hogyha nagyon optimisták akarunk lenni. Lehet, de azért megfontolásra javaslom azt, hogyha Kertész Imre azt tudta mondani, hogy a Kádár rendszer tapasztalata nélkül nem tudta volna megírni a sorstalanságot, aminek a számomra legalábbis a kulcsmondata az, hogy nem az én sorsom volt, de én mentem rajta keresztül, hogy célszerű-e elkülönítve emlékeztetni a magyar társadalmat a holokausztra, meg úgymond a kommunizmus áldozataira. Én szerintem ez egy metodikai hiba. Sokkal jobb lett volna ezt a kettőt összevonni, legalábbis lehet érveket mondani ellene, de itt van Kertész Imre, mint egy Nobel-díjas magyar író, aki ezt megpróbálta
bár a sorstalanság formailag egy betűvel nem szól a Kádár rendszerről, viszont ha valaki ismeri az életművet, akkor azért mégiscsak úgy átsejlik az, hogy mi volt az a tapasztalat, az a fogalmazhatunk úgy is egyébként, hogy egy kollektív társadalmi tapasztalat, mert nem csak Kertész Imre tapasztalata volt. És ez az, ami miatt egyrészt az életművet olyan nagyon nehezen tudják sokan befogadni, de emiatt lesz univerzális. És hogyha ezt el tudom juttatni egy olyan család gyerekéhez, akinek egyébként semmilyen zsidó vonatkozása nincs, de ő is megérti azt, hogy végül is az ő felmenőivel is az történt, hogy nem az ő sorsuk volt, amit kaptak, de ők mentek rajta keresztül, amikor mondjuk elvették a vagyonukat, vagy belekényszerítették őket olyan identitásokba, ami nem volt az övéké. Már pedig erre mindenkinek volt módja az utóbbi 100 évben, akkor sikeres lehet egy közoktatás, de hát nem ebbe az irányba halad az ország. Meg erre szokták azt mondani az interszekcionális aktivisták, hogy Olympics of the Oppressed, tehát a elnyomottak olimpiája, hogyha egymás mellé állítunk ilyen emléknapokat, és ilyen emlékhelyeket akár, akkor abból az igazán semmi produktív nem fog kijönni, mert hogy elindul egyfajta versenyzés, hogy kinek volt rosszabb számokban, minőségben, mennyiségben, és abból még jó nem sült ki szerintem a történelem során. Igen. Ott még egy kérdés, igen. Ezek szerint van univerzalitás, csak nem feltétlenül földrajzilag, hanem inkább mondjuk a saját nemzet történelmében. Igen. Igen, további kérdés. Egyébként csak egy érdekesség, hogy én voltam Ruandában elég sokáig munka miatt gyakorlaton, és ott például nagyon komolyan veszik a holokauszt oktatást, amikor az ottani népírtás oktatásáról van szó, és ott is nagyon több olyan sémát is használnak, amit a holokausztra fejlesztettek ki oktatási szempontból, és ők például azt gondolják, hogy abszolút működnek ugyanazok a sémák, ugyanazok a minták, ugyanazok a folyamatok, és ők ezt abszolút tudnak ezzel együtt dolgozni, és hogy ott mondjuk mindenképpen. De ez azért is van, mert annyira közel van a saját traumájuk, hogy a holokauszt traumáján keresztül tudják megközelíteni a sajátjukat. A kérdés egyébként szintén talán ez kapcsolódik, hogy ugye nagyon-nagyon közel állunk hozzá, hogy már ne legyenek túlélők, és ne legyen első kézből információ, és azt talán erre a kérdésre építve, hogy hogyan látját, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni az emlékezetpolitikát, illetve ennek a különböző manifestációit, hogy nem lesz túlélő. Nyilván fogja változtatni, más dolgoknak kell előtérbe helyeződni, vagy más dolgok fognak előtérbe helyeződni, tehát a helyszínek, a tárgyak, az emlékhelyek szerintem kiemelt jelentőséget kell, hogy kapjanak és fognak kapni, és nyilván a túlélő visszaemlékezések, amik nem a túlélők történeteit pótlandók, hanem mint egy hozzáférhető, a történetekhez való hozzáférés biztosítása nagyobb szerepet fognak kapni. Nem tudom, mi lesz, de nekem az a tapasztalatom, hogy a zsidó nép, vagy a zsidó kultúrához tartozó emberek, azok a világ legjobb történetmesélői, írásban is, mozgóképben is, zenében is, és azt gondolom, hogy ha valamiben lehet bízni, hogy ők ezeket a történeteket egyre jobban és jobban el fogják tudni mesélni, akkor a zsidó népben lehet, vagy a kultúrában ezzel kapcsolatban lehet bízni. Nagyon nem is folytatom. Szóval, hogy ez az én, azt gondolom, hogy anélkül is. Itt ez a film úgy tűnt, hogy túlélők nélkül készül el. Andrának köszönhetően nem végül is, vagy hogy mondjam, ugye a Bokor Hanna már nem élt akkor, amikor ez a videó elkészült, de abban az 55 ezres archívumban az Andrea segítségével megtaláltunk egyetlen egy embert, aki el tudta mesélni a saját történetét, és így aztán elkészülhetett úgy ez a film, hogy volt valaki, aki saját maga mesélte el, hogy mi történt vele. Ez nagy, teljesen más dimenzióba helyezte a filmet, mint hogy csak történészek vagy dokumentumok mesélték volna el ezt.
Ez azért van, mert például az az 55 ezer, vagy pontosan nem tudom, de körülbelül 55 ezer interjút időben elkészítették, meg azért is van, mert Bokor Hanna nagyon jól tudta elmesélni a saját történetét, és utána meg én is ezt a hagyományt igyekeztem tartani, és úgy, hogy én sem vagyok túlélő, csak leszármazott, én is igyekszem jól elmesélni ezeket a történeteket, erősen elmesélni. Szóval szerintem ez, én bennem van reménykedés ezzel a kapcsolatban, hogy ezek a történetek nem vesznek el. Zárásként bárki kérdés? Most vagy soha. Jó, akkor ez esetben szeretném megköszönni a beszélgető partnereimnek, Ács Dánielnek, Szőnyi Andrának és Ungvári Krisztiánnak, hogy velünk töltötték ezt a mai délutánt, illetve a közönségnek, hogy egy jó két és jó órán keresztül velünk tartottak, illetve a szervezőknek, és akkor mindenkinek további kellemes délutánt, estét, és remélem, hogy még lesz folytatása valamilyen formában ennek a beszélgetésnek, úgyhogy köszönjük szépen a meghívást is. Egy nagy kérdés van, tudom, hogy a Lengyelországban ingyen.